a helytörténeti kiadó programjai között, hiszen lehet azon gondolkozni, hogy a futásnak mi köze van a helytörténethez, de ez egy alkalom, ahol lehetőségünk arra, hogy egy különleges ember különleges teljesítményéről halljunk hírt, és azt hiszem, hogy ez mindannyiunknak nagyon-nagyon sokat jelenthet, hogyha látjuk azt, hogy valaki milyen küzdelemben győzi le azokat a nehézségeket, amelyeket az élet rót rá. Amikor ugye tudtam, hogy nekem itt pár szót kell szólnom előtte, nem túl hosszan, hiszen most nem én vagyok, most sem én vagyok az érdekes, akkor elgondolkoztam, hogy egy könyvtáros mit tudna, aki persze maga nem fut, hozzátenni, vagy egyáltalán elmondani a futásról, és hát akkor persze eszembe jutott a kedvenc szerző Murakami Haruki, a Miről beszélek, amikor a futásról beszélek című könyve, és ha megengedik, akkor két sort felolvasnék belőle. Ha valaki lefut egy teljes maratont, akkor megérti, hogy a futónak nem számít, győztesként vagy vesztesként kerül neki ki a versenyből valakivel szemben. A legkiválóbbak számára persze, akiknek a győzelem a cél, lényeges feladat az orruk előtt feltűnő rivális megelőzése, de egy átlagos futónak nem számít a személyes szintű győzelem vagy vereség. Akadhatnak, akiket az motivál, hogy attól a pofától aztán nem akarok kikapni, és ez valószínűleg segít mindent beleadniuk az edzésbe. Tehát valószínűleg nem erről van még szó. Nagy szeretettel köszöntöm az önök nevében is vendégünket, Hodosi Péter maratoni futót, és beszélgető társát Pátkai Attilát, akinek külön köszönjük, hogy elvállalta ezt, hogy ezt a beszélgetést lefolytatja Péterrel, és hát nagy kíváncsisággal várjuk a képeket is, és a beszélgetést is. Én is szeretettel köszöntök mindenkit, röviden bemutatkoznék, Pátkai Attila vagyok, a Szombathelyi Futóklub vezetője. Nem egyesületként, hanem Facebook közösségi csoportként jöttünk létre 4 évvel ezelőtt egy 20 fős baráti társasággal. Akkori célunk az volt, hogy egymásnak megkönnyítsük a versenyeken való részvételt és a közös utazásokat. Aztán ez a csoport szép lassan kezdte kinőni magát, bevonzottuk azokat a futókat, akik a környéken futnak. Jelenleg 1000 főnél tartunk. Ez csak a Szombathely, illetve a Szombathely környéki futókat tartalmazza, bár azt mondhatom, hogy nyugodtan, hogy átléptünk nemzetközi szintre, ugyanis nagyon sok Szombathelyről elszármazott futó van, aki a csoport tagja, aki pontosan ezt a kapcsolat tartja Szombathellyel, hogy ez a motivációja, illetve ez a kapocs a szülőhazában. Péterrel nem ismertük egymást, és hogy mivel helytörténeti klub és nem volt szombathelyi kötődés, Péterrel az első telefon beszélgetés után kiderült nagyon hamar, hogy hát két futó biztos, hogy valami kapcsolódik. A kapcsolat pedig az, hogy amikor én elkezdtem 7 évvel ezelőtt futni, igazából csak a magam örömére, illetve életmódváltásnak köszönhetően, 2-3 évvel később, egy görgkorcsoly edzésen, ez volt az egyik álmom az életmódváltástól, hogy megtanulják görgkorcsolázni, egy görgkorcsoly edzésen találkoztam Hodosi Lászlóval, aki, mint kiderült, Péter unokatestvére, és Laci volt az, aki engem rábeszélt az első félmaratoni versenyemre, úgyhogy innen a közös kapcsolat, tehát két futó között biztos, hogy van kapcsolat, és azt mondom, hogy nincsenek véletlenek, mint ahogy világban szerintem nagyon sok helyen nincsenek véletlenek. Várjuk Péter beszámolóját. Én végigolvastam az első könyvedet. Megmondom őszintén, hogy 2 este alatt le sem tudtam tenni. Remélem, hogy mindenkinek ugyanilyen érdekes lesz legalább ez a mai előadás, mint maga a könyv. Úgyhogy átadom a szót Péternek. Én, ha nem gondolok, hogy közben, ha bármi kérdés van, azért így belekapcsolódok az előadásodba. Akkor nagyon sok szeretettel, tisztelettel és barátsággal köszöntöm a kedves egybegyűlteket. Nagyon szépen megköszönöm a Berzsenyi Dániel könyvtárnak ezt a lehetőséget, hogy itt lehetek önök között, és hogy egy előadás keretén belül az életutamról, tevékenységemről tudok majd itt egy körülbelül hozzávetőlegesen 1 órás időtartamba előadást tartani. Nagyon szépen köszönöm Pátkai Attilának, hogy bekonferált, és hát, hogy miről is fog szólni ez az előadás? Tehát egy cukorbeteg fiatalembernek az életútjáról.
4 éves koromtól, 1982-től vagyok cukorbeteg, első típusú cukorbeteg. Hogy ez magyarra fordítva mit is jelent, az azt jelenti, hogy ugye 1978-ban születtem, és 4 éves korom óta napi szinten inzulinnal szúrom magam, most már több mint 20 éve naponta 4 alkalommal, és ettől függetlenül, hogy 36 év cukorbetegséggel a hátam mögött itt állok önök előtt, igyekeztem olyan dolgokat megálmodni és véghez vinni, amik hát eléggé embert próbáló dolgok. 106 darab maratoni futóversenyt futottam, ugye ennek darabja 42 km. Ezt a 106 maratoni futóversenyt a világ 19 különböző országába tettem, a Hawaii-szigetektől, New Yorkon, Chicagon, Bostonon keresztül Európát körbeutazva. És az előadásom folyamán el fogom önöknek azt is mesélni, hogy milyen úton, módon sikerült tető alá hozni ezeket a nem igazán olcsó történeteket úgy, hogy teljesen átlagos ember vagyok, tehát nem egy dúsgazdag vállalkozó, nem egy parlamenti képviselő, hanem egy kétkezi munkás. Tehát elmesélem önöknek, hogy sikerült Hawaii-on magyar találnom, Chicagóba, Torontóba, Bostonba. Fényképekkel majd fogok ezekről a érdekes utazásokról előadást tartani. Ezen kívül előadásomnak a része lesz az is, hogy elmesélem önöknek, hogy sikerült gyalogosan, két lábon, az apostolok lován átzarándokolnom történelmi országunkat, tehát Szent István király országát, a Kárpát-medencét. Én a nyugati Kárpátok kapujától, Nemes-Hodosból, a nagyszüleim sírjától, az öcsémmel ketten gyalogosan mentünk a Csíksomlyói búcsúra. Ez egy 32 napos, 850 km hosszú gyalogos zarándokút volt. Ezen kívül fényképekkel bemutatom majd önöknek a hegymászó Hodosi Pétert, aki megmászta a Kárpát-medence legmagasabb hegycsúcsát, a versenykerékpáros Hodosi Pétert, aki 24 órás kerékpárversenyen egyénibe 6 km-es körpályán bicajozott, és értelemszerűen majd előadásom végén bemutatom önöknek azt a két könyvet, ami az én szellemi munkásságomnak a gyümölcse. Írtam két könyvet, és hát ebből a két könyvből az egyik az most itt lesz majd velem, amit szintén majd bemutatok önöknek. Úgyhogy nagyjából így erről fog szólni az én előadásom. Hozzáteszem, hogy Szombathelyen most vagyok életemben először. Két alkalommal jártam Szombathely peremvidékén, utaztam le Ljubljanába maratont futni, illetve a Plitvicei tavakhoz Horvátországba. Tehát Szombathely peremvidékén már volt szerencsém megfordulni, de konkrétan a belvárosba, bevallom őszintén, most vagyok itt először, úgyhogy nagyon örülök, hogy itt lehetek, pici kis városnézést is már tettem, és hát nagyon tetszik az önök városa. Hát akkor, ahogy kezdem, ugye 78-ban születtem. 1982-ben 4 éves gyerek voltam, és csak az édesanyámnak az elmeséléseire, Isten nyugtassa édesanyámról van ugye szó, ő neki a emlékeire hagyatkozok. Annyit mondott, kisfiam, rengeteget ittál és rengeteget jártál a WC-re. El nem tudta anyu képzelni, hogy mi lehet velem. És akkor, mikor egy éjszaka alatt ötször kisfiú elmegy pisíni, meg inni, pisíni, inni, anyu rájött, hogy ez egy nem normális dolog. Elvitt orvoshoz, és rögtön mondták, hogy a kisfiú első típusú cukorbeteg, és mivel teljesen el van halva a hasnyálmirigyem, ezáltal inzulinos szúrása a kezelés. Most 1982-ről beszélünk, hogy népbetegség volt akkor is a cukorbetegség, csak nem olyan szintű népbetegség, mint most. Anyuba egy világ omlott össze. Az, hogy én viszonylag egy sikeres embernek mondhatom magamat így a sportolói életutamra visszatekintve, ezt mindig mindenhol kihangsúlyozom, hogy ebbe két embernek volt hatalmas nagy szerepe, hogy azzá váltam, amivé váltam, ez az édesapám meg az édesanyám, mert egy ember a gyerekkori szocializációt otthonról hozza. Abba, hogy én 4 éves koromtól fogva inzulinnal böködöm magam, ebbe anyunak, apunak hatalmas nagy szerepe volt, hogy rengeteget foglalkoztak velem, és ha nem hattak önmagamra. És ugye ezek első 4 éves kori emlékek, sír az anyu, én állok a kórházba, fogom a vasrudat, nézek le, anyu integet, sír, és megy, és ott hagy a kórházba. És akkor én Pozsonyban, egy szín-szlovák közösségben ott maradtam, és ezek olyan nyomasztó emlékek, ha így ezekre visszagondolok.
De azokban időkben annyira föl se fogtam, mi az, hogy cukorbetegség. Tehát ennek a legnehezebb pillanatok ilyen 14-15 éves koromban jöttek. Addig is, még egyszer mondom, rengeteget voltam kórházokban, fürdőkön ittottam ott. Színmagyar gyerekként, magyar iskolákat végezve, ez talán arra volt elsősorban jó, hogy nagyon jól megtanultam szlovákul. Tehát ennek a nyavajás betegségnek köszönhetően. És aztán ilyen 14-15-16 évesen, amikor pubertássá váltam, tehát jöttek rajtam a pattanások, akkor esett le úgy Isten igazából, hogy Jézus Mária, böködöm magam inzulinnal, és kisebbségi komplexusok, lányok előtt szégyeltem az egészet. Tehát valami őszintén olyan néha már depresszióba ment át a betegségem, és ha így visszagondolok rá, akkor ez egy piszkosul nehéz időszaka volt az életemnek, és ha nekem akkor valaki azt mondta volna, hogy te Peti, ebből a szerencsétlenségből fogsz szerencsét kovácsolni, ott a Hawaii-szigeteken fogsz extrém körülmények között maratont futni, meg katonai bakancsokban 60 kilométeres éjszakai túlélő túrákat fogsz csinálni fejlámpával, azt én kinevettem volna. Tehát én hiszem és vallom, hogy emberi sorsok valahol előre meg vannak írva, és én vallásos emberként azt mondom, hogy valahol a Jóisten egyik kezével elvett tőlem valamit, másik kezével meg nagy valószínűséggel adott, de ahhoz, amit kaptam a Jóistentől, ahhoz azért én magam is kellettem. Most, ahogy mondtam önöknek, 15-16 évesen nagyon nehezen éltem meg az egészet, és ráadásul hozzáteszem önöknek, hogy ugye 82-től napi két inzulin szúrást kaptam. Egy nagy adagot reggel, egy nagy adagot este, és 94-ben, 5-ben, 6-ban ezekben az időszakban az inzulin gyártásban volt egy robbanás. Azokban időkben kerültek piacra emberi összetételű inzulinok, ilyen humánum monokomponentnek mondják ezt a szakemberek. Tehát ez egy emberi összetételű inzulin, aminek állítólag az a előnye, hogy nincsenek mellékhatások. Tehát napi 4 inzulin szúrás, napi 4 kis adag, reggel, délben, este és lefekvésre. Viszont a jó hatékonyság véget nem napi 2, hanem napi 4 inzulin szúrás. Na most képzeljék el, 96-ban voltam 18 éves, és onnantól fogva naponta 4 alkalommal bököm mind magam inzulinnal, mind a mai napig. Most ami a cukorbeteg társadalmat illeti, ugye meg kell különböztetni egyes típusú és a kettes típusú cukorbetegeket. Én egyes típusú cukorbeteg vagyok, most ez a nagyon-nagyon nagy cukorbeteg társadalomnak nem egész 10%-át érinti. Orvosok szerint 8,5% az a cukorbeteg, aki egyes típusú cukorbetegségbe szenved, és több mint 90% az pedig a kettes típusú cukorbetegség, ami ugye ez a változókori cukorbetegség, ahol nem is indokolt az inzulin szúrás, elég a diéta, elég a tablettás kezelés, vagy még az se. Én sajnos egyes típusú vagyok. ...16-17 éves lehettem. Csalóközkürtről származok egyébként, ezt el ne felejtsem önöknek mondani. Ez egy icipici kis falu, egy 1200 lelket számláló pici falu Dunaszerdahelyi városától ilyen 6-7 kilométeres távolságra. És 1992-től ott lakom, Csalóközkürtről, egy erős lokálpatriót emberként, egyébként ezt mindenhol mindig kihangsúlyozom. És Csalóközkürthöz sok minden köt, 1100-al kötődöm ehhez a kicsi faluhoz. És a legjobb gyerekkori barátom is, hogy hát ebből a faluból származik. Na most a Bíró Attila barátomról fontos dolog mesélni, mert mi együtt kezdtünk mindent. Együtt kezdtük a kerékpározást, együtt kezdtük a futást, és azok a igaz barátok, akik még most is barátok. Attila egy ilyen ember, akivel mind a mai napig együtt járunk futóversenyekre, és most már több mint két évtizedes sportszerelem köt minket össze. Most is együtt utazunk majd a Kassai Maratonra. Most fényképeket, ahogy mondtam önöknek, fogok önöknek bemutatni, mert úgy gondolom, hogy talán érdekesebbé teszi az előadást, hogyha látnak önök majd fényképeket is azokról a dolgokról, amiről mesélnek önöknek, csak örülnék neki, ha ez be is indul. Megvan. Ez a fénykép, ez ilyen 1997-ben-8-ban készült. Ez a fehér madrágos fiatalember vagyok, nincsenek még ősz hajszálaim. És akkor Attilával valamilyen Isten is odafolytál, hogy Attila, gyere, menjünk biciklizni, és akkor elkezdtünk biciklizni. Ezek voltak ugye az első, mondjam azt, egy ilyen első sportos, sporttal való kapcsolataim. Tőlünk Győr olyan oda-vissza 100 km, durván 45-50 oda, 45-50 vissza. Volt, hogy hetente, 16-17 évesen hetente háromszor elbicikliztünk Győrbe vissza.
És akkor ez olyan jó dolog volt mindenféle iskolás fiúnak, fiúknak, hogy picajoztunk. Aztán átjártunk Bécsbe, átjártunk Ausztriába, Pannonhalmára. Ezek voltak ugye első sporttal kapcsolatos élmények, fiatalkori élmények. Akkor még rá se gondoltam arra, hogy esetleg én valamikor futó leszek. Ott tudok ezzel tovább menni? Nem látom a nyilakat. Ja. Aha. És aztán 1996-ban kezdtünk el futni. 1996-ban, ha nekem valaki azt mondta volna, hogy én valaha New Yorkba vagy Bostonba fogok maratont futni, azt kinevettem volna. Aztán valahogy mégiscsak így adódott, hogy 96-ban kezdtük a futást, ilyen 7 kilométeres távokat futottunk. Fú, de nagyon elfáradtunk, azt elmondani nem lehet, hogy mennyire. De valahogy eléggé kitartóak voltunk. És 99-ben Attila barátom azt mondja, te Peti, azt mondja, mérettessük meg magunkat futóversenyen is. Elmentünk Budapestre, és akkor a budapesti félmaraton, ez a 21 kilométeres versenytáv volt, az első versenytáv, ami sportversenyként került be az én saját kis történelemkönyvembe. És 99. szeptemberében futottam az első hivatalos futóversenyemet. Ennek most már jövőre lesz 20 éve, hogy versenyen is megmérettettem magam. És egy fantasztikus hangulata volt, tehát ahogy álltak a budapesti belvárosba, végig a szurkolók, tapsoltak, zenekarok játszottak. Őszinte leszek, nálam szinte függőséget okozott az első sportélmény. Szerintem mindegyikünknél. Ugye, tehát a Margit-sziget, Andrássy út, valami annyira teljesen más, mint amikor az ember otthon fut a határban, nézi a traktorokat, ahogy szántják a szántóföldet, tehát azért más Andrássy úton futni. Hatalmas pozitív élmény volt. És akkor 99-től 2003-ig félmaratoni futóversenyekre jártunk az Attilával. De meg a labdarúgás, azt azért el ne felejtsen mondani, mindenféles erdőlő fiú, én is próbálkoztam a labdarúgásra. Legyünk őszinték, a foci az a sport, ami a legnagyobb tömegeket megmozgassa, fociztam én is. Én egy nagyon szerencsétlen focista voltam. Más, ha engem minősít, akkor az fájni tud, de hát én minősítem önmagamat. Nagyon-nagyon olyan csapnivaló focista voltam. Ez meg is nyilvánult abban, hogy műtödni kellett a lábamat. Tehát úgy elrúgtak, hogy volt ez volt életem első és mindez idáig utolsó altatásos műtéte. Most ebből az altatásos műtétből felépültem, ez volt 96-ban, áprilisában. És még ugyanabban az évben nyáron úgy elvágottam, eltörött mind a két kezem. Jobb kézen elment a kulcson, bal kézen ez a két új, tehát gyakorlatilag egyidejűleg mind a két kezem így. Ez a jobb kezem hozzáfásítva a testemhez, kulcsontól és bal kezem begipszelve. Akkor azt mondtam, hogy engem a focipa, be is fejeztem a focit, tehát ott a rizikófaktor a sérülésre az olyan brutálisan nagy. Arról nem beszélve, hogy ugye ember focizik, jót tenni soha nem tud, a szurkolók mindig elégtelenek. Rájöttem arra, hogy a foci valahogy nem az én világom. Tehát nekem marad az atlétika. És ugye, tehát még egyszer mondom, volt foci, volt egy kicsit kerékpározás, és aztán jött a futás. És 2003. márciusában egy hatalmas nagy vízválasztóhoz értem. Álmodni nem mertem volna maratonról. És én 2003. márciusában Prágában voltam félmaratont futni. És ahogyan jöttem hazáról a prágai félmaratonról, az autóbuszba egy idős bácsi mellé ültem le. És akkor elkezdtünk szlovákul beszélgetni, rá nem gondoltam volna, hogy ez a bácsi magyar. Beszélgettünk, kérdőtőlem, na fiam, hogy merre jártál? Mondom, Prágában voltam, hogy ő is. Futóversenyen voltam, hogy ő is. Kérdőtőlem, hova valósi vagy fiam? Hát mondom, Dunaszerdahely mellett lakok, így a bácsira, hogy ez a magyar vagy fiam? Hát mondom, persze, hogy magyar vagyok, hogy én is magyar vagyok, Szabó Béla bácsi vagyok. Elkezdtünk beszélgetni, és akkor mondja nekem a Béla bácsi, hogy ő már ötször futott New Yorkba maratont. És akkor néztem rá, mondom, jó, messziről jött ember azt mondani, amit akar. Tehát volt első benyomásom, de mivel ez egy távolsági buszjárat volt, 400 km, úgy mondta a bácsi a magáit, és úgy 10 perc után rájöttem, mondom, hogy ez valóságot beszélt, tehát hogy mesélte, ez a street, az a avenue, ez az amaz. És akkor a buszban ő előadást tartott nekem a New York-i maratonra, és én úgy beleéltem magam, hogy mondom, Béla bácsi, segítsen már nekem, én is New York akarok maratont futni. És ez a bácsi életkorát tekintve, mondhatnám, az 1941-es születésű, tehát az apám lehetne egy generációval idősebb, mint én, azt mondta, ide figyelj, fiam, én neked mindent elmondok elméletbe, amit a New York-i maratonról tudni kell,
De gyakorlatban, ha te ki akarsz oda jutni, akkor az gyakorlatban te saját magad fogod megcsinálni, véghez vinni. Elmondom neked, fiam, hogy hogyan kell elsősorban amerikai vízumot intézni. Tehát 2003-at írunk. 2003-ban amerikai vízum az egy nagyon-nagyon kérdőjeles dolog volt. Tehát sokkal nehezebb volt kiutazni az Amerikai Egyesült Államokba, mint most. Meg ugye a szponzorkeresés. Tehát én őszinte leszek, kétkezi munkásszülők gyereke vagyok. Én benzinkúttól kezdve, tehát olyan munkaköreim voltak, most mentőautón dolgozok, tehát mentőautót vezetek. Tehát ahhoz, hogy én ilyen költségvetési utakra ki tudjak jutni, ebbe azért eléggé rátermetnek kellett lenni a anyagi dolgok bevonzását illetően is. Tehát elmenni nagy vállalatokhoz, alapítványok, pályázatok, ez az amaz, tehát előteremteni pénzeket. És ezt a Béla bácsi elméletben mind elmondta. Fiam, azt mondja, ha kis emberhez fogsz elmenni, egy átlagos emberhez, az nem fogja tudni a szenvedélyedet, a hóbortodat támogatni. Azt mondja, ha átgondold át, azt mondja, hogy kihez tudna elmenni, hát én rögtön ki is találtam, hogy a inzulingyártó cégem. Tehát azért legyünk őszinték, egy dán inzulingyártó cég, az azért erősebb lábakon áll, mint én. És ennek a dán inzulingyártó cégnek volt Pozsonyban egy képviselet, a leányvállalata, elmentem, és hát úgy látszik, hogy valamit jól csinálhattam, mert hát, legyünk őszinték, akkor már 20-valahány éve szúrtam a inzulinjukkal magamat, és akkor mondtam nekik, hogy van egy álmom, én szeretném a New York-i maratont futni, 21 éve szúrom magam a inzulinotokkal, és akkor tudtok engem támogatni, és akkor látszik, hogy egyébként fantáziát láttok, és támogattak. De ezen kívül ez csak egy volt a sok közül, tehát volt ott Szlovák Telekomtól, Coca-Colán keresztül, Közép-Európai Alapítvány, John Deere Szlovákia, Nevitel, akik mindenféle ilyen mobiltelefonokra, rádiós hálózatokat építenek ki. Tehát én kismillió helyre bementem, bekopogtattam, és igyekeztem, még egyszer mondom, menedzserként pénzforrásokat erőteremteni, mert ez másképp nem megy, és én sokszor elmondom, hogy futottam 106 maratont, vannak tőlem sokkal jobb futók, akik lehet, hogy nem fognak olyan helyekre eljutni, mert itt ez nem csak a futásról szólt, hanem magáról a menedzser munkáról, a vízumintézésről. Béla bácsi elmondta, hogy ide figyelj, fiam, ha bemész amerikai nagykövetségre, szembe fogsz állni mondjuk a konzulla, akinek ott lesz a döntés a kezébe, ott te fogsz kapni vízumot, vagy nem. Mindig nézz a szemébe, legyen határozott a kommunikációd, legyen határozott a készfogásod, fiam. Add meg a módját, hogy ne rövidnadrágban, meg strandpapucsban menjél be, mert ez egy fontos dolog, mégis nagy követségre mész. Figyelj oda, hogy írsz, gyöngyírással írja a fiam, azt mondja, mert ezek a írásokból megmondják, hogy milyen lelkületű ember vagy. Próbálj a kedvükre beszélni, és akkor ott álltam a konzul előtt, és akkor napodosígod valamit szeretne Amerikába. Na neki, uram, életem nagy álma, szeretném a New York-i maratont futni. Nézze meg, van-e meghívó a levelem. Mondom, életem első maratonja, hogy New York-ba szeretném futni. Kérem szépen, adjon nekem esélyt. És akkor ugye elmosolyintottam magát. 25 éves voltam, se kutyám, se macskám, szülőkkel laktam otthon. Végignézett rajtam, azt mondja, na jó, azt mondja, menjen, fusson New York-ba maratont. És én kijöttem amerikai nagykövetségről 2003. augusztusában, velem 30 centivel ugráltam a föld fölött, azért megkaptam egy amerikai vízumot, és ez azokban időkben az úgy működött, hogy indoklás nélkül szórták így ki az embereket, meg sem mondták, hogy miért. Tehát 25 évesen ez egy nagyon nagy dolog volt. És akkor megkaptam a vízumot, kassán keresztül sikerült intéznem Béla bácsi segítségének, meg kapcsolatainak köszönhetően meghívó levelet. Én addig nem ültem repülőgépet. Hát hol ültem volna repülőgépet, tévében láttam repülőgépeket. Én a kirepülés előtt ilyen 2-3 hónapban már nem tudtam aludni, olyan belső feszültség volt bennem, hogy Szent Isten, megyek Amerikába, úgyhogy Bécstől messzebb repülővel nem voltam itt, ott teherautóval voltam, Csehországon, Magyarország, Balaton, ilyen alaptól, tengert nem láttam, ilyen, hogy Olaszország, Horvátország, számomra ezek ilyen államutazások voltak. És akkor kikilincseltem a pénzeket, mentem New Yorkba, angolul beszélek egy ilyen 8-900 ezer szavat. Tehát ami mondjuk a édesapám angoljához képest zseniális, de például a feleségem, aki angol szakos tanárnő, aki tudja igeidőket használni, tehát ő neki az angol tudásához képest az én angolom az egy síralom. És akkor ezzel a pár száz angol szóval kimentem New Yorkba, Malévvel repültem Budapestről, kiszálltam New Yorkba, és akkor menjem erre, látsz, intézz, amit akarsz, szállás.
És akkor ezt mondta, első amerikai utam, és bevallom őszintén, amennyire nagy félelmek közepette utaztam ki New Yorkba, annyira magabiztosan jöttem vissza. Ha, én futottam a New York-i maraton, büszke voltam magamra. Hozzáteszem, első maratonom New Yorkban 4 óra és 39 másodpercet vett igénybe. Szóval utólag, ha visszagondolok rá, akkor bosszankodok, hogy a kutyafáját neki ezt a 39 másodpercet azért tudtam volna javítani, de hát most már utóész nem ész. De az volt életem első maratonja, megbátrultam. Bevallom őszintén, megbátrultam. És aztán kezdtem ugyanezt, kilincselés, kopogtatás. Élet nem csak fekete és nem csak fehér. Bevallom őszintén, voltak hatalmas nagy sikerélményeim, szponzorkeresést illetően, voltak kudarcok is. Persze, hogy voltak kudarcok, ez normális dolog. 2004-ben voltam aztán Párizsban, voltam Berlinben, szintén egy barátomnak köszönhetően, berlini barátaimmal voltam, ez egy New York-i maratonon készült felvétel. Central Parkban megláttam, hogy ilyen piros-fehér zöld zászlót, oda mentem, és akkor magyarokkal ott összebarátkoztam. Ez a fiatal hölgy itt mellettem a 12515-ös sorszámmal, ő mind a mai napig egy kedves szívemnek, kedves maratonfutó lány. Ő egy Belgiumba született, Belgiumba emigrált magyar szülőknek a gyermeke Izabel, Marafkó Izabel, aki most Diósdon lakik. És vele azóta több helyen is együtt voltunk, és a barátságunk ennek a New York-i maratonnak lett aztán. Tehát az, hogy Párizsban is együtt tudottunk, Bécsben, Budapesten, ez ennek a New York-i találkozásnak a következménye. Párizs, Berlin, ugye ez a hosszú hajú srác, szintén egy csavaközkülti srác. Ez ölt volt egyetemista, és ő neki a egyetemi vendéglátóihoz mentünk Berlinbe vissza. És Kanada. Most Kanadáról is azért nagyon sok szeretettel gondolok vissza Kanadára, és megmondom önöknek, hogy miért. Tehát ugye mondtam, hogy 15 évesen föltettem Jóisten felé a kérdés, hogy miért én vagyok cukorbeteg, erre válasz soha nem jött. És aztán, amikor én 2003-ban úgy voltam kint a New York-i maratonon, hogy ebben oroszlán része volt a inzulingyártó cégemnek, a dán cégnek, akkor jött meg első válasz, hogy fiam, ha te nem lennél cukorbeteg, akkor nagy valószínűséggel a inzulingyártó céget szóba se állt volna veled, mert hát minek kapcsán. A második válasz az a kanadai út volt, küldte egy icipici falu, 1200 lelket számláló falu. 2004 őszén mentem be a helyi ABC-be, és akkor jön ki a iskolaigazgató bácsi, Horváth Feri bácsi, Isten nyugtassa, és akkor fiam, jaj, de jó, hogy látlak, szeretnék veled beszélni. A Feri bátyám parancsolja. Tehát tegnap beszéltem a bátyám piszkosul kíváncsi rád. Feri bácsi, ki a maga bátyja? Tehát én nem voltam képbe ő neki a családi, rokoni szálaiba. Szóval igen, van egy bátyám, a Laci, aki 1968-ban, mikor a oroszok megszállták ugye Csehszlovákiát, emigrált. És ő 69-től kinnél Kanadába, Torontóba, biokémikus kutatóorvos, és egész életében, fiam, azt mondja, a cukorbetegség kutatás volt a szakterülete. És azt mondja, én beszélgettem a Lacival, és mondtam neki, te Laci, hát van itt egy valamikori szülőfaludban egy cukorbeteg srác, aki évtizedek óta pöködi magát inzulinnal, és ettől függetlenül extrém dolgokat csinál, mert ha maratonfutás az valahol 42 km, ez egy extrém dolog. A bátyám igen kíváncsi rád, azt mondja, hogy megadtam neki anyádéknak a vezetőt. Akkor még nem voltak mobiltelefonok 2004-ben, legalábbis annyira nálunk nem voltak elterjedve. Aztán megadtam anyádéknak a vezetékes vonalat, fog téged a bátyám hívni Kanadából, ne lepődj meg. Fú, gyomrom azért citerázatom, nem fog engem valaki Kanadából keresni, mit mondjak neki. És akkor pár nap elteltével föl is hívott ez a biokémikus kutatóorvos, és mondja nekem, hogy fiam, azt mondja, hallottam róla, de jutott hozzám a híred, és én nagyon kíváncsi vagyok rád. Kíváncsi vagyok rád azért, azt mondja, mert hát mégiscsak ott élsz a én egykori szülőfalomba, és neked egy olyan betegséged van, ami gyakorlatilag én egész életem erre cukorbetegség kutatásra tettem föl. Kíváncsi vagyok rád, nézd csak, gyere ki hozzám Kanadába, én a szállás, kosztot, autóztatást, mindent biztosítom, te azt mondjam, repülőjét meg kigazdálkodod magadnak valahogy. De megint kezdődött előről ugyanaz. Szlovák Telekom, ez az Amaz, kilincselés, kopogtatás, összeszedtem a repjegyre valót, beneveztem magam a torontói meg a Niagarai maratonra is, ugyanis egy hét itt a differencia a két maraton között. Kiutaztam Bécsbe kanadai vízumért, kézzel lábbal elmagyaráztam angolul, hogy ki vagyok, mit akarok, kaptam vízumot.
Szépséghiba megint amerikai vízum volt. Niagarai maraton, át kellett menni amerikai oldalra, Buffalo-ba ott volt rajt. Megint megyek az amerikai nagykövetségre. Na, Hodosi úr, mennyit szeretne maga, vagy mit szeretne Amerikába csinálni? Mondom, szeretné maratont futni, a Niagarai maratont. És hát mondom, mivel a rajt az amerikai oldalon van, kéne intéznem vízumot. Jó, és mennyit tervez tartózkodni az Egyesült Államokban? Mondom, 3 órát. Néznek, hogy 3 órát? Hát mondom, igen, nézzék, mondom, ott Kanadában leszek főleg, de mondom, ahhoz, hogy én a Niagarai maraton tudjam futni, körülbelül 3 órát szeretnék Amerikai Egyesült Államok területén tartózkodni, szíveskedjenek már nekem vízumot adni. 10 éves amerikai vízumot kaptam 27 évesen, korlátlan belépéssel. Úgyhogy első dolog, hogy na, hülyének hülye a szerencséje, gondoltam magamban, és megkaptam, tehát ez olyan, megint vidám lettem tőle. Úgyhogy ez volt ennek a Niagarai maratonnak a hozománya. Kiutaztam Kanadába, és megismerkedtem ezzel a biokémikus kutatóorvossal, Horváth Lászlóval, akivel mind a mai napig nagyon-nagyon jó barátságban vagyok. 2005-ben voltam nála először. Kint voltam 2 hetet, futottam a torontói meg a Niagarai maratonokat, és amikor jöttem haza, akkor annyit mondott nekem a Laci, hogy én te figyelj, Petik, én mondok neked valamit. Ha én nem lettem volna Kürti, te meg nem lennél Kürti. Egy kis falu, 1900 lelkes számláló falucska. Ha én egész életemet nem a cukorbetegség kutatást vetettem volna fő, te meg évtizedek óta nem bökönnéd magad inzulinna, és nem látnám rajtad ezt a fanatizmust, ezt a akaratot, ezt a föl nem adom hozzáállást, hiszen hidd el, fiam, azt mondja minket, a Jóisten soha nem hozott volna össze. Tehát itt kaptam meg másodszor a 15 éves koromban föltett kérdésre a választ, hogy miért én Istenem? Azért, mert ha nem lennél cukorbeteg, akkor nem alakultak volna ki ezek a kapcsolatok. Úgyhogy 2005-ben voltam először a Lacinál, 2006-ban másodszor. Itt jött meg a harmadik válasz arra, hogy miért vagyok én cukorbeteg. Én 2004-től minden kassai maratont futottam, tehát én nekem a szívem csücske kassai békemaraton, ami Európa legöregebb alapítású maratonja, 1924-től minden évben szervezik. 2005-ben ott vagyok a kassai békemaratonon, szórólapokat osztogattak. Szórólapot, amin a szlovák miniszterelnöknek a alapítványát reklámozták. Most ezt azért tudni kell, hogy egy politikus politikus. A politikus az mindenhol húzott ember. Szeretné és lehet őket, meg nem kedvelni, és tök mindegy jobb oldal, bal oldal, radikális, liberális, mindegy, politikus. A szlovák miniszterelnök, régi öreg maratonfutó, egykori miniszterelnök, a Szlovákia egykori miniszterelnökét Mikulás Zurindának hívják. Ő 8 évig volt Szlovákiában miniszterelnök, mégpedig 98-tól 2002-ig, és aztán 2002-től 2006-ig. És 2005-ben ő még miniszterelnök volt, akkor már 7 éve, osztogatták a szórólapjait Kassai maratonon, semmit nem tudtam róla. Látom szlovák nyelvet, megy a maraton, 30. kilométer környéke oda, értem mellé. Egykoron 2.56-ot futott, tehát olyan szintű maratonfutó volt, aki 3 órán belül a maratont képes futni, az egy teljesítmény. Tehát Mikulás Zurinda 2.56-os egyéni csúccsal rendelkezik, még most is 3.30 környékén fussa a maratont, 55-ös születésű, 63 évesen, tehát hogy a képességeiről is beszélünk egy kicsit. És akkor kérdem, odaengedtek hozzá a testőrök. Kérdeztem a testőröktől, hogy beszélhetnék-e a miniszterelnök úrra, és akkor látták, hogy izzadok, fiatal gyerek vagyok, nem volt egy terrorista formában, oda engedtek mellé, és akkor mondom neki, miniszterelnök úr, szabadjon már megkérdeznem, hogy szórólapot kaptam a rajtnál, hogy miről is szól ez az alapítvány, amit ez a szórólap reklámoz. És akkor azt mondja nekem, hogy Péter, én bemutatkoztam neki, szóval nézze Péter, azt mondja, amikor én 80-as években egy egyszerű vasutas mérnök voltam, tehát vasúton dolgoztam, azt mondja, én már akkor is maratonfutó voltam. Tehát én nekem életem legnagyobb hóbortja, szenvedélye, szerelme a hosszú távfutás. Ennek következményeképpen, amikor én 98-ban meglettem választva Szlovákia miniszterelnökévé, akkor én létrehoztam egy alapítványt, és ennek a alapítványnak az a célja, hogy minden évben kiválaszt egy szlovák állampolgárságú maratonfutót, akinek fizet egy külföldi utat. És kérdem tőle, mi az, hogy maraton, mi alapján választ a kuratórium? Szóval legyen más a futó. Más alatt azt értem, Szlovákia legidősebb maratonfutó. Szóval Péter, nézd, aki 82 évesen képes maratont futni, az megérdemli azt, hogy én alapítványom azt a valakit kivigyel New York-i maratonra.
aki látáskárosodt, úgyhogy egyik szemére totál vak, a másik szemére, mit tudom én, 30%-ot lát, az megértemli, hogy a én alapítványom kivigyelt a New York-i maratonra. Aki kerekesszékes, látom rajta a törekvést, az megérdemli. Én akkor már tudtam, hogy na, én itt nyerni fogok. Mondom, aki miniszterelnök, akkor én inzulinnal böködöm magam 22 éve. Ó, tényleg? Mondom, tényleg. Mondom, ki megpályázhatom én is ezt az alapítványt? Azt mondja, persze, Péter, azt mondja, nézzél, hazamegy, írjon nekem egy szlovák nyelvű kérvényt, csatoljon hozzá valami szlovák nyelvű referenciát, újságcikket, hát ott volt akkor már a Diabetik című szlovák újság volt cikk rólam, fényképek, orvosi szakvélemény, szlovák nyelvű bélyegzővel, ahogy megmondta a miniszterelnök úr, hazajöttem, megírtam, amit kért, ajánlott küldeményként elküldtem, 2005. októberéről beszélünk, október, november, december, na mondom, jó van, Peti, hát politikus ígérni tud. És akkor 2006. januárjában csörög a telefon, veszem föl egy idegen számhívót, és akkor a Kolymány hivatalból hívtak, majd kiesett kezemből a telefon, benzinkúton dolgoztam, hogy benzinkutas hívnak a Kolymány hivatalból, mit akarnak ezek tőlem, és akkor mondják, hogy jó hírük van, hogy kiválasztotta alapítva, az idén röpülhetek nyőrbe maratont futni. Meg mindenféle ilyen pofátlan fiatalember, mondom, ne haragudjanak, én már nyőrbe futottam 2003-ban, nem mehetnék inkább Chicagóba? 10 másodpercre elhalt a telefon, és akkor hát végül is utazhat, ha miért nem. Egy miniszterelnöki alapítványnál, hogy most Szombathely vagy Kőszeg, nem minden, tehát nem nagyon nagy a távolság. És akkor 2006-ben én úgy utaztam ki a Chicagói maratonra, hogy az egészet a miniszterelnöki alapítvány fizette, tehát az a Mikulás Zurinda fél alapítvány. És itt megint megkaptam a választ, hogy ha én nem lennék cukorbeteg, akkor nagy valószínűséggel nem kaptam volna ezt a miniszterelnöki kitüntetést, elismerő okiratot, ami azóta is ott lóg a házunkban, falon, és amire bevallom őszintén, azért picit büszke vagyok. De ha lúd, akkor legyen kövér, tehát úgy repültem ki, hogy Horváth Lacinál egy hetet kint voltam, futottam a torontói maratont, onnét átrepültem Chicagóból, találtam egy magyar egyetemista srácot, Lukács Andrést, ott laktam nála hazafelé nyugodban, még hoki meccsre megálltam. Minden fizetett a alapítvány, és ez azokban időkben nagyon nagy dolog volt, és ne haragudjanak, hogy amit mondok, most miért mondom, 2004. december 5-e után volt ez az egész. Tehát nem akarok rávilágítani arra, hogy mi volt itt 2004. december 5-én volt, ami volt, én nagyon nehezen éltem meg 2004. december 5-ét. Tehát lelkemben nagyon-nagyon belegázolt az akkori történés, és 2005 őszén a szlovák miniszterelnöktől felvidéki magyarként kaptam, amit kaptam, büszke voltam rá. És még egyszer mondom, ez a cukorbetegségnek volt köszönhető, úgyhogy én 15 évesen, amiket föltettem kérdéseket erre, aztán a későbbiek folyamán jöttek meg a válaszok, de még egyszer mondom, nagyon-nagyon nagy munkám volt benne. Ez volt ugye a harmadik utam, tehát akkor másodszor voltam Kanadában. Hát nem kapcsolódjunk vissza, mert van a könyvedben egy érdekes sztori. Pont a Niagara maratonról volt, amikor átmentetek az Egyesült Államokban, és iskolabusszal, ha jól emlékszem. Igen. És ott téged leszedtek a buszról. Le. Ezt elmesélnéd? Persze, tehát ilyen sárga, klasszikus iskolabusz, és akkor határátlépés Kanadából léptem át az Amerikai Egyesült Államok határán, és ugye azon a buszon csupa amerikai meg kanadai állampolgárok voltak, és azokban időben szlovák útlevéllel utaztam ki, rögtön megnézték szlovák útlevél, benne volt a hivatalos amerikai vízum, leszettek, és legalább fél órát ott a határon szememet fényképezték, új lenyomatot vettek, leellenőrizték, hogy nem-e vagyok valamilyen rizikós valaki, és addig a busz állt, és a buszban emberek ültek. Na mondom, ha ez most nálunk lenne Dönszerdején, akkor már mindenki 7 generációra fölmenőleg a őseimet minősítve kritizálná, ott semmi. Ültek emberek, mosolyogtak nagyokat, ilyen lentről már lestem, mondom, fú, ezek szegényen jut, igen, szíthassák. Följöttem a buszra, mondom, hello, I'm here, és akkor mindenki elkezdett tapsolni, fütyülni, és örültek neki, hogy fél órát vártak rám, és tehát ez a mentalitás, ilyen fura mentalitás, de olyan marha jó leső érzés volt. Úgyhogy vannak amerikának hibái, legyünk őszinték, azért vannak amerikának hibái, de minden társadalomnak vannak hibái, szlováknak is, magyarnak is, üzbégnek is, kazaknak is, amerikának is van egy rakás hibája, de ez egy olyan piszkosul jó leső érzés volt. Úgyhogy ez ugye a Niagarai maratonon készült fénykép, ő lenne dr. Horváth László,
Horváth Laci Csallók, az Kürtről. Most október 15-én lesz 80 éves. Saját bevallása szerint 6 nyelven beszél, 12 könyvet írt, 5 évig tanított a San Franciscói Orvosi Egyetemen. Sokszor azt mondják, örültet meg a géniuszt egy hajszál válasszál, lehet ebben valami igazság, de én ennek embernek csak köszönettel tartozok. Tehát ez egy olyan ember, ez a Horváth Laci, aki még egyszer mondom, Csallókhoz Kürtről emigrált, akire én csak sok szeretettel tudok gondolni, és egy nagyon rugalmas ember, tehát 80 éves korára közösségi hallón fel van, skypozik, telefonál, utazgat. 2 évvel ezelőtt hazajött, és akkor esztergomi bazilikán a kupolájába főmászott velem, szóval egy ilyen szupermen, nagyon sok szeretettel gondolok rá. Kivitt Torontótól 300 km-re északra, van egy hétvégi háza, ilyen vadregény és kanadai tájot, csónakáztam, mosómedvéket edettem. És ezek ilyen gyerekkori nagy élmények. Tetszenek látni ezt a képet itt is, most már őszülök, ott még nem őszültem. De ez lenne ugye a Niagarai Maratonon készült felvétel. Ezt a felvételt egyébként, ezek, amit tetszenek látni, ezek mind az én saját fényképezőgépemmel készültek. Ott a dátum is ott van, 2005. október 23. Volt ott egy 150 méter magas kilátótorony a Zuhatagnak a partján, és akkor oda felmentem, onnét fényképeztem. Azok apró hangyák, ezek itt emberkék. És hozzáteszem, ezen a maratonon 3 fokos hideg volt. Én szamár, rövid nadrágban, 27 évesen futottam a 30. kilométernél, Attila ugye ott már fagyva a kezem, hogy gyakorlatilag üdítő sátornál meleg, tehát alig bírtam megfogni, mert úgy el volt fagyva a kezem, és ettől függetlenül mentem 3 óra 19-et. Úgyhogy előtte egy héttel Torontóban 3.16-ot. Fiatal voltam, edzett voltam. Most már az a igazság, hogy ezeket a 3.16 meg a 3.19 ezeket a maratonokat most már meg se közelítem. Tetszenek látni. Na most ez a pici piros-fehér zöld magyar zászló, ez minden nagy magyar, minden nagy maratonon ott van velem. Tehát mindenkinek van egy hóbortja. Én nekem a hóbortom az, hogy New Yorktól, Chicagón, Londonon keresztül, tavaly Bostonba futottam, az idén Szentpéterváron. Ez a piros-fehér zöld kis magyar zászló, amit Budapesten a Vásárcsarnokba vettem 2002-ben, ez mindenhol ott van velem. Tehát ennek a magyar zászlónak, amit ilyen nagy maratonokra kiviszek magammal, ennek eszmei értéke van. Eszmei értéke van, nem anyagi, mert hát ez nem egy gyereki és országzászló, ami mondjuk 1940-ből származik, mit tudom én, Kolozsvárra. Ez egy eszmei értéket képviselő piros, pici, fehérző zászlóska. De megmondom, mi ennek a ereje. Ennek az ereje, hogyha mondjuk fut az ember Torontóba, ahol egy viszonylag nagy magyar közösség van, és mondjuk a torontói maratonon 25 helyen ráordítnak ember, hogy hajrá Magyarország, hajrá magyar fiú, akkor ez piszkosú nagy lelki löketet tud adni, lelki löketet. Tehát az ember úgy érzi, hogy fú, 20 centivel repül a föld fölött, és az a zászló az ott van azóta is a szobámban. Londoni maraton, ugye Londonba futottam az egyéni csúcsomat, 2006-ban, 3 óra 13 perc. Na most azért, amit Attilának én az előadás elején elmondtam, maraton meg maraton között különbség van, tehát mindig mások a feltételek. Nézzék, egy tükörsima pályán, mondjuk októberben, amikor nincs 35 fokos meleg, nem tűz a nap, sokkal jobbak a körülmények, mint mondjuk futni Hawaii-szigeteken 35 fokos melegben, 85 fokos páratartalomban, kialudt tűzhanyóra kétszer lefő, vagy a Plitvicei tavaknál, tehát, vagy a Keszthelyi maratont is futottam, ott olyan szavarai meleg szokott lenni, hogy ezt... Keszthelyi maratonra jellemző, hogy mindig pünkösből van, általában 32-35 fok, és a mólótól föl kell futni a főtérre, ha valaki átkezdhen, akkor ezt tudjuk, hogy egy ilyen szűk kis utca, és ezt négyszer kell megtenni, tehát sőt, igazából a mólótól kastélyparkig folyamatos emelkedő van. Kegyetlen tud lenni. 3 alkalommal futottam a Keszthelyi maratonon is. Tapasztalatból mondom, hogy időjárási viszontagságok embertelenek. És hozzáteszem, nálam pont ez olyan, hogy engem Keszthelyezhet minden versenyen. A félmaratonok, a legjobb félmaratonokat is Keszthelyen futottam, a legrosszabbat is, ugyanígy a maratonban is a legjobbat és a legrosszabbat is. És ez pontosan az időjárásnak tudható be, hogy amíg az egyik évben mondjuk 20 fok volt, a következő évben 35 fok. És ez nagyon be tudja folyásolni. Ez Dánia, illetve Svédország, itt egy félmaratoni futóversenyt futottam, a 16 kilométeres a Öresund tengerszoros, és ezen a 16 kilométer hosszú tengerszoroson
van egy 11 kilométer hosszú híd. Az a túlsó láb az Dánia, ez a közelebbi láb, ez már Svédország. Tehát ez ilyen dán-svéd közös rendezésben megszervezett Kopenhága, Malmö félmaraton volt. Itt mondjuk 1.31-et futottam, de itt is jó meleg volt. Egyéni csúcson félmaratonon egyébként 1 óra 23 perc. Ez Malmöben volt a célba érkezés 2006-ban. Ez pedig ugye a második kanadai utam, ami a Zurinda féle alapítványnak volt köszönhető. Ez egy diabetikus torta szelet, mielőtt valakinek fölmerülne a kérdés. 365 méter magasan a torontói tévétoronyba. Ő pedig Chicagóban, Khalid Kanucci, a maratonfutás kétszeres világcsúcs tartója. De most ugye, aki szereti a focit, annak nagyon nagy dolog találkozni mondjuk Ronaldóval. Aki szereti a Forma 1-et, annak nagyon nagy dolog találkozni, itt tudom én mondjak egy nagyot Hamiltonnal. Én, aki futó vagyok, számomra egy hatalmas érték volt találkozni a maratonfutás kétszeres világcsúcs tartójába, egy marokkói srác. Első világcsúcsját 2 óra 5 perc valamennyit, ezt még marokkói állampolgárként futotta. Amin futott világcsúcsot, rögtön azt mondták, amerikaiak adunk neked, barátom, amerikai útlevelet, a következőt fussad már, mint amerikai állampolgár. Persze fel is vette amerikai állampolgárságot ez a marokkói srác, úgyhogy a második világcsúcsot azt már, mint amerikai állampolgár futotta. Jó volt vele beszélni, megmondom miért. Ugyanolyan pocsékó beszélt angolul, mint én. Tehát aki annyi nyelvű szintén beszél angolul, az darál, hatar, gyorsan beszél, és én elvesztem a fonalat. Ő ugyanúgy lassan, nyögve, nyelve, keresve a gondolatokat, mondom, Istenem, milyen jó veled beszélni. Lett közös fénykép, ennek nagyon örültem, úgyhogy ő Khalid Kanucci Chicagóba. Ezt a Lukács Andris barátom csinálta ezt a képet. Beérkeztem a célba 3 óra 21 perces idővel. Neki te Andris kéne valami olyan képet csinálni, amire ha úgy az emberek ránéznek, akkor ne azt kérdezzék, hogy ez hol készült, hanem úgy mindent mondjon el magáról ez a kép. Hát találtuk ezt a hatalmas nagy amerikai rendőrrel, hogy ott neki támaszkodtam. Andris lefényképezett. Úgy gondolom, hogy talán sokat elmond ez a kép magáról. Vannak ugye ezek a felhőkarcolók, Chicago és ugye a felhőkarcolók városa. Voltam a Searsbe is, voltam a Hancockba is, ott a Michigan tó partján. Ez a kép pedig hazafelé jövet, ahogy mondtam önöknek, ha mondom, mindent fizet a alapítvány, akkor megállok még New Yorkba is hoki meccsre. És aztán ilyen parkőrökkel találkoztam. Imádtam gyerekkoromban a meséket, főleg a Maci Lacit. Megláttam ezt a két parkőrt, mondom, Maci Laci, hol a Maci Laci? Elkaptam őket, lett fénykép. Mind a két fénykép. Mondom neki, gyerekek, smile please, nevessetek már egy kicsit. És akkor bedobtak ilyen műmosolyt. Ha, vidámak vagyunk. Ugye viszonylag jól sikerült fénykép lett. Times Square, ugye Manhattannek a szíve, az Empire State Building, amiatt elég sok felhőkarcolón volt szerencsém megfordulni. Empire State Building talán az a felhőkarcoló, ami úgy legjobban megérintette a lelkemet, és megmondom önöknek, hogy miért. A felhőkarcolókban általában ilyen vastag üveg mögül lehet kilátni, rálátni a városi panorámára. Az Empire State Buildingben viszont van ilyen kinti terasz, aki önök közül esetleg már volt ott, azt tudja, miről beszélek. Mind a négy oldalról azok a dudaszó, madarak csivitelése, azok a légáramlatok, minden belecsap embernek arcába, szóval nagyon hangulatos, és én nekem talán mondhatom azt, hogy a kedvenc felhőkarcolom ez a Empire State Building, ami majd 40 évig a világ legmagasabb épülete volt. Úgyhogy szerintem ilyen rekordot felhőkarcoló mai világban sem tudnám képzelni, hogy tartson a 40 évig a világ legmagasabb felhőkarcolója. Az ott háttérben a Chrysler. Ezt a szobrot, ezt pedig kerestem órákon keresztül. És erről a szoborról annyit mondanák, hogy ez Lebovics Ferdinandnak, Fred Lebónak a szobra, mert egy Aradon született, egykoron magyar anyanyelven tanuló valaki volt, egy izraelita zsidó úriember, aki a szülei révén kikerült Amerikába, és ő alapította a New York-i maraton. Tehát a New York-i maratonnak a alapítója egy egykoron magyarnak vallott, vagy magyar anyanyelvű Aradon született valaki. 32-ben született egyébként Aradon ez a Fred Lebow, és hát 2000,
94-ben halt meg New Yorkba, és a New Yorki Central Parkban van neki egy szobra, és ezt a szobrot én kerestem, hogy ezelőtt a szobor előtt nézi a stopperjét a baseball sapkájába, hogy a mégiscsak a New Yorki maraton alapítója illene vele azért fényképezkedben. Rómában, magyar apácáknál voltam elszállásolva, a Johanna nővéréknél, imádkoztak a öreg apácák, értem reggeltől estélig, meg is lett eredménye, 3 óra 26 percet futottam. A Róma örök város, tehát Európán belül talán két olyan város van, ami ugye szívemnek nagyon a csücske, Prága és Róma. Ez a két olyan város, ami olyan, mint egy ékszeres doboz, tehát építészetileg csodálatos tele, gyönyörűbb régi öreg épületekkel. Ez pedig a 4. amerikai utam. Ez volt a leghosszabb amerikai utam. Egy hét Las Vegas, egy hét Hawaii-szigetek, Honolulu, és hazafelé jövett még megálltom San Franciscóba. Ide is elmesélem, hogy jutottam el. Tehát minden mesélve. Van egy mentőautó sofőr barátom, Kassán, egy hatalmas nagy szívű ember, egy szlovák ember, Péter Buc, aki hosszú-hosszú évekig kint élt Amerikába, segédmunkásként dolgozott. Betonkeverőbe lapátolta a cementet, a kavicsot, ezt azt, 200 méter magas felhőkarcolókon, és attól függetlenül, hogy kétkezi munkás ember volt, szintén egy nagyon lelkes maratonfutó volt, és mikor megjött amerikai évei után visszatért Felvidékre, akkor beszélgettünk maratonfutás, és mondja nekem, hogy ő futott Hawaii-on maratont. Mondom, Péter, hogy jutottál te oda ki? Ó, azt mondja, van kint egy barátom, azt mondja, olyan, mint egy ilyen felvidéki, szlovákiai, magyar ember, Gyürke Józsinak hívják, és hogy Gyürke Józsi ott él kint Hawaii-on, ő volt a vendéglátom. Mondom, össze tudsz vele hozni? Hát persze, azt mondja, semmi gond, és akkor így. Az a kassai mentőautósofőr barátom fölvette a kapcsolatot, tehát referenciát adott rólam, és az ő közbenjárásának volt köszönhető az, hogy ez a Hawaii-szigeteki Gyürke Józsi engem befogadott, sőt nem elég, hogy befogadott, elém repült Las Vegasba, ott is együtt voltunk, szállást biztosított, autót kölcsönzött, egy hetet együtt voltunk Vegasba, onnét átrepültünk Hawaii-ra. Elég szolid körülmények között, tehát egy kétszobás albérletben laktam, madracokon aludtam, tehát ne egy Hotel Hilton tessenek elképzelni, de ez egy 8-adlagos dolog volt számomra. Számomra az volt fontos, hogy Oahu szigetén, Honoluluban, a belvárosban laktam, igaz, hogy madarcokon aludtam, de a világ legboldogabb embere voltam. És akkor ott a Józsinak köszönhetően, Józsi körbe volt, 8 lakott szigetből áll a Hawaii szigetvilág, én a harmadik legnagyobb szigeten Oahu voltam, ez körülbelül ilyen 40-50 km nagyságú sziget, pálmafák, esőerdők, papagájok ülnek a fákon, tele minden turistákkal, és a maraton az nagyon extrém volt, tehát Las Vegasba futottam 3 óra 15-öt, tükörsima pályán, ideális körülmények között, rá következő héten Hawaii-on, extrém melegben, tűzhányóra lefölfutva, 85 fokos páratartalomban lelkemet kilehelve, futottam 4 óra 16 percet. De az a 4 óra 16 perc, az 2600. helyezésre volt elég, 21.000 célba érkezőből, tehát azért nem volt azért az annyira rossz. Föltételek voltak nagyon kegyetlenek, tehát a győztes etióp srác 2 óra 19 perccel jött, tehát 2 óra 19-szel Berlinbe lehet 50-edik lett volna. Úgyhogy ez volt életem leghosszabb útja egyébként, tehát hogy úgy földrajzilag belüljem önöknek a Hawaii-szigeteket, ez egy számolgatok olyan 30 óra repülővel oda, tehát átszállásokkal együtt, 11 órás időeltolódás mínuszban, tehát szó szerint a földgolyónak a túlsó fele. Hawaii-szigetekre New York félút. Nagyon távoli, és szerintem lehet, hogy soha többet az életben nem lesz lehetőségem visszautazni, ugyanis a Gyürke Józsi barátom fél éves amerikai vízummal utazott ki, és amikor én nálam voltam, akkor már 8 éve volt kint feketén. És mindig azért imádkodott Petikém, nehogy elkapjanak a vándorlási hivatal, mert akkor nekem annyi. És a Józsi, mit ad Isten, kint voltam nála 2007. decemberében, 2008. szeptemberi hívott, Petikém elkapott a vándorlási hivatal. Kaptam egy hónapot arra, hogy a terepjáró autóban túlladjak, a albérletemet fölmondjam, elrendeztem a anyagi dolgaimat, és kérdezik, hogy milyen paterolva, úgyhogy ki is lett. Gyürke Józsi mindenféle aglegény, most utolsó információk szerint Norvégiában valami halföld dolgozóban dolgozik. Hanem meg még Norvégiában úgyse voltam. De szóval Józsi egy szupermen. Ez a Las Vegas-i maraton, ugye, tehát mondom itt 3 óra 15. Józsinak köszönhetően autót béreltünk, kimentünk a
nevadai sivatagokba, ez a Valley of Fire, ez a Tűzvölgy nevű nemzeti park futócipő. Sokan kérdik tőlem, hogy mi újság a ízületekkel, nem fájnak a térdeid? Hát én azt szokom mondani, hogy valahol a részben genetika az, hogy ember mit örököl a ősöktől. Tehát én 22 éve futok, éves szinten olyan 2200-2500 kilométerig, tehát ez nem túl kevés, nem túl sok. Én 2600 kilométertől többet éves szinten nem futottam. A futásaim 99%-át aszfalton csinálom, aszfalton, betonon, 22 év futás után semmi gond a ízületeimmel, ami valahol a genetika. Másik dolog meg az, hogy az ember milyen futócipőt használ, mert a futócipő megint csak mindennek a alfája, omegája, mert ugye azt tompítsa az ütést. Mai világban futócipő bármilyen kínálat van, 27 millió márka, mindenkinek megvan a saját kedvence, nekem egy japán kedvenc márkám van, de ez nem a reklám helye, maradjunk annyiban. Bizony. 18. párt használom most. Ez ugye Hawaii-szigeteken készült felvétel, Gyürke Józsi barátomtól kaptam egy élő virágokból font nyakláncot, ilyen virágkoszorút. Négy napig, amíg el nem hervadt, addig a nyakamba lógott, és az a köszönés, ez ilyen Hawaii köszönés. Mindenhol aloháztak a WC-től, a bótokig, a mindenhol aloha, aloha, aloha. Aloha magyarra fordítva annyit lehet, hogy szeretet, szeretni valakit. Tehát ott nem hello van, meg goodbye van, hanem aloha mindenkinek. Ez volt a honolulu maratonnak a rajtja. Reggel 5 órakor volt a rajt. Reggel 5 órakor a rajton a Alamoana Beach-en 28 fok meleg volt. Hát mondom, Jézus valami részét, ha fölkelt a nap, 30 valamennyi volt, és amikor célba érkeztem, akkor 37 fok meleg volt, szóval nagyon megviselt. És a Diamond Head az egy kialudt tűzfány, arra kétszer futtatták fel a mezőnt. A tölég embert próbáló feladat volt, maradjunk annyiba, viszont a élmény az megfizethetetlen. Őrült krízisem volt, 39. kilométer magasságában olyan görcsöt kapott a lábam, ez annak volt a következmény, hogy izzadtam mindent ló, és ásványi anyagok kimentek belőlem, és az Istennek nem tudtam volna pótolni. Utolsó 3 kilométeren szinte egy nagy kérdőjel volt, hogy célba tudok érkezni, de azért sokszor azt szokom mondani, hogy minden fejbe dől le. Tehát, hogy az egész test azt csinálja, amit a fej diktál. Tehát, ha a fejbe valaki rendben van, akkor az nagyon nagy kihatással van mindenre. És valahogy a fejbe magyaráztam magamnak Peti Height, vagy a földgolyó túlsó felén. Van még mindössze három kilométeret fogka a körömmel, ha meghalsz, de akkor is célba fogsz érkezni. Mert ha most nem érkező célba, lehet, hogy többet az életben nem lesz lehetőségedet visszajönni. Úgyhogy utolsó 3 kilométer kritikus volt, de célba érkeztem, és mondom, nem volt azért az annyira kritikus. Hát így sikerült. Gyürke Józsinak a felvétele, enyém volt a honolulu-i maratonon a 8016-os sorszám. Ezek madarak. Hát ugye milyen érdekeset mondtam. Hogy lehet ilyen hatalmas papagájokkal fényképezkedni? Hawaii tele van hontalanokkal. Imádják a hontalanok Hawaii-t, mert mindig meleg van. Mindig ilyen 25-28-30 fok, ugye majdnem egyenlítőn van rajta Hawaii. Kaliforniától még 4000 kilométer bent a csendes-óceáni szigetvilágba, és a Hawaii-ok, a Hawaii-on a hontalanok azzal keresik állítólag a pénzt, hogy bemennek erőserdőbe, megszelidítnek ilyen mindenféle óriás madarakat, és akkor meg van szelidítve a papagáj, akkor ők közlekednek a belvárosba, a turista frekventált helyeken, és mutogassák, hogy van madaram. És akkor lehet vele fényképezni? Persze, azt mondja, 20 dollár, és mind a piacon, mind amikor a csalóközi vásárba a Székelyföldről idejött romák. Mennyibe kerül ez a lámpa? 15 euró. Tudja mit magának 10. Nem akarom. De tudja mit odaadom 5-ért? 2-ért. Ugyanez volt a papagájokkal, 20-szal kezdte, aztán 5 dollárt adtam neki, 5 dollárért is boldogan kölcsön adta a madarait. Fölültettem 5 dollárért a két papagájt a vállamra, lefényképezett, úgyhogy a hontalan fényképezte. Lászta felvételt rólam, a két kölcsön kapott madárra. Félelemetes volt egyébként, tehát ezek akkora madarak, mint a fékarom. Attól féltem, nem, hogy oda kapjon a szemembe, mert akkor a szemem világának annyi. De nagyon jámbor madárkák voltak, és szép nagyok. Ez egy életben nem motoroztam, tegyem hozzá, ez csak ilyen pillanatnyi felvétel volt. Egy lengyel motorosnak volt ez a tulajdon, ez a Harley Davidson. Akkor mondta, hogy ő venger, lengyel, rögtön fölemlegettem neki a magyar-lengyel barátságot, venger, polját, vabra, tanki, ő már dalóta tovább, úgy látszik iskolába tanítsák nekik. 8 lengyel maratont futottam.
mint, tehát vannak ezek a Kráľovské maratoni, királyi lengyel maratonok, öt ilyen maraton van, Wroclaw, Poznan, Varsó, Krakó és Debnófön, tehát tengeri kikötős Csecsén alatt mindent futottam. Ezeket úgy futottam, hogy szlovák srácokkal összeültünk, ilyen 15-20 éves autóba, elmentünk tornaterembe, tömegszállásokon 200 ember összezsúfolva, ott aludtunk, kényelmetlen, embertelen körülmények között, de mégis annyira jó hangulata volt ezeknek a lengyel maratonoknak. Úgyhogy futottam összes nagy lengyel maratont, és akárhol mondtam, hogy Wenger, rögtön látszott azokon a lengyeleken, hogy ők valóban tartsák a magyar-lengyel barátságot, és bevallom őszintén, én magam is. Úgyhogy ez egy lengyel tulajdonosnak, a Harley Davidsonjára fölültem, hazafelé jövett San Franciscóba megálltom. San Francisco szerintem az a város, amit az amerikai kontinensi utazásaim közül legjobban megérintette a lelkemet. Csodálatos San Francisco, nekem nagyon-nagyon tetszett. Alcatrazra kimentem hajóval. Ez egy ilyen transamerikai piramis, amit az amerikaiak azt mondják, hogy a világ egyik legbiztonságosabb épülete. Ugye Szent András törésvonal. Bármikor lehet földrengés, váltig állítsák amerikaiak, hogy ez ilyen 6-7-es reszkést állítólag kibír ez a toron, de hát még nem tesztelték. Oroszország, 2008-ban voltam először Oroszországba, Moszkvába, futottam a moszkvai maratont, második Miklós utolsó orosz cárnak a hasonlása, pár kis apró pénzért lehetett vele fényképezkedni. Ez egy csoportos út volt egyébként, tehát baráti társaságban voltunk kint, és a minőségét tekintve Stalin elvtárs hasonlását is megtaláltuk a Vöröstéren. Ez volt az egyik legkalandosabb utat, ha jól emlékszem. Igen, kiutaztunk kérem szépen heten Moszkvába, interneten találtunk szállást, indulás előtt egy héttel még hívtuk a szállásadót, persze gyertek, minden oké, a 10% előleget azt leemelték, azt át lett nekik utalva, amikor megérkeztünk este 9:30-kor Moszkvába, rájöttünk, hogy nem létező szállást keresünk. Szakadt a eső, fújt a szél, 2008. szeptembere, ott voltunk heted magunkkal Moszkvába, este 9:30-kor, és nem volt szállásunk. Akkor jöttünk rá, hogy palira vettek minket, a 10%-ot azt mindenkitől lenyúlták, szállás meg nem volt. Bárkihez szóltunk, do you speak English? Nyipanyi májú. Tehát Lenin mondta tanulni, valahogy a orosz barátok ezek nem fogadták meg Lenin tanácsát, mert valahogy nem nagyon speakingeltek englisül. Aztán nap nehezen találtunk egy szállást, 60 négyzetméteren aludtunk 22-en. Tehát emeletes ágyokon, folyosón, madracokon, mindenhol, mint a heringek, szóval irtózatos volt, 4 éjszaka, 5 nap. Még élek, emlegetem azt a moszkvai szállást a Arbat utcán, soha többet. Aztán az idén voltam másodszor Moszkvába, de most már a feleségemmel mentünk, és a feleségem azért sokkal talpra esettebb, meg ügyesebb. Ezek szerint úgy én, mert egy nagyon ideális, szuper jó szállást talált nekünk, mint Szentpéterváron, mint Moszkvában. És a szervezés változott azóta, mert az volt a másik, ami... Szentpétervár annyira csodálatos volt. Nem a Szentpétervár, a moszkvai. Moszkvában nem futottam maraton, tehát most Moszkvába turistaként utaztunk. Tehát 2008-ban csak Moszkvában voltam, és futottam a moszkvai katasztrofális szervezésű maratont. Most 40 éves elmúltam, kigazdálkodtuk, hogy menjünk el feleségemmel kettesbe Szentpétervárra. Csodálatos Szentpétervár, tehát Észak-Velencéje, építészetileg mindenféle szempontból órákat tudnak a csodálatos Szentpétervárról mesélni. A maratoni szervezet is fantasztikus volt. Amennyire rossz volt Moszkva, annyira jó volt Szentpétervár, és onnét aztán átmentünk vonattal Moszkvába turistaként megnézni kicsit Moszkvát. Úgyhogy ott már csak edzésbe futottam, kicsit ott a Kreml környékén, de az nem volt verseny. Ez a kép, ez Varsó, ugye Varsóba ismeretlen katonasírja előtt fényképezkedtem. Szabadkán, szerbe népviseletbe öltözött hölgyekkel fényképezkedtem. Na, ezek nem maratonfutásra való cipők. Ez pedig Kassa. Tehát ugye, ahogy említettem önöknek, számomra Kassa a kedvenc maraton, ugyanis Kassa elérhető. Tehát én tisztában vagyok azzal, hogy engem a Jóisten nagyon szeret. Tehát ha én azt mondanám, hogy engem a Jóisten nem hordoz a tenyérén, akkor hazudnék. Amit mondtam, valamit elvett, valamit adott, de alapjáraton, ha mérlegre teszem azt a sok mindent, amit kaptam, akkor úgy gondolom, hogy Jóisten a tenyerén hordoz. De tisztában vagyok azzal is, hogy amilyen helyekre eljutottam, ahhoz azért
pénzinjekciók is kellettek, amit mondjam azt, hogy saját magam menedzser munkájának köszönhetően előteremtettem. Viszont, ha akármilyen csapnivaló menedzser lennék Kassára, akkor is eljutnak, mert Kassa egy alacsony költségvetésű történet. És mondom, hogy 2004-től minden kassai maratont futottam, ugye háttérben Szent Erzsébet-dom benne a nagyságos II. Rákóczi Ferenc fejedelemnek a végső nyughelye. Ha nem mennék 3 napig, akkor is elmennék Kassára, az idén is maratont futni 15-ször. Tehát Kassára nem kell hatalmas szponzorokat találni, azért mondom, hogy ez elérhető, Honolulu, Boston nem. Ez pedig életem legnagyobb sporttörténeti sikere. Ha hiszik, hanem én mindig Bostonba kívánkoztam. Boston a világ legöregebb maratonfutása. 1897-től világ legöregebb alapítású maratoni futóversenye, és 1897-től minden évben szervezik, ugyanazon a történelmi útvonalon. Nem változtattak semmit a útvonalon, ugyanazon a úton fut a mezőny. Döbbenetesen kemény szintidők vannak, 3 óra, 10 perc, nekem nem volt megfutva a szintidőm. Hála a jó Istennek, Kassán voltak olyan mondjam az a sportdiplomáciai kapcsolataim, hogy ki tudták nekem a kassai barátaim eszközölni azt, hogy meghívó levelet kapjak Bostonba, és én Bostonba futottam életem 100. maratonfutását. Na most ez volt életem 8. amerikai maratonfutása, és 7 különböző helyen már Torontóba 2-szer futottam, de Boston volt az, amire azt mondtam, hogy ha én 85 évesen futottam volna a bostoni maratont, akkor fohászkodtam volna a Jóisten, hogy célba eshessek össze, és milyen szép lenne ott a célba meghalni. Tehát sokan nevetnek rajta, de én egészségügyben dolgozok, és tudom, hogy mit miért mondok. Tehát látok nagyon kiszolgáltatott helyzetben lévő beteg embereket. Tuska Jani bácsi Komáromban mindig azt szokta mondani, Péterkém, 60 évesen még Európa-bajnok, hosszú távfutó volt a téma. Mindig azt szokta mondani, Istenkém, fiam, ha én egyszer futás közben hallhatnák meg, ez milyen nagy dolog lenne. Mit ad Isten Tuska bácsi a Erzsébet-szigeten Komáromban a platánok között esett össze, és úgy halt meg. Összejött neki. Na, még egyszer mondom, én még csak 40 éves vagyok, szóval ha 85 éves koromban futottam volna, 40 éves se voltam, még futottam, boldog voltam. Bostoni maraton volt életem a legnagyobb sporttörténeti sikere, és én úgy gondolom, hogy sok maratonra eljutottam már, de Boston éltem meg úgy, hogy a legcsodálatosabb élményekkel. Feleségem természetesen velem volt. Ez a fiatal hölgy a feleségem, kimentünk a Harvard Egyetemre, ugye Harvard Amerikai Egyesült Államok a legöregebb alapítású egyetemje. Csodálatos volt a feleségemmel kint lenni. Ez a hivatalos futáson készült felvétel. Ez a piros-fehér zöld ruha, ez kereskedelmi forgalomban nem kapható. Tehát én Bostonban már úgy jutottam ki, hogy a magyarságot, a Kárpát-medencei magyarságot akartam, hogy szerettem volna, és képviseltem is, hivatalosan is, meg mindenféle szempontból. És szerettem volna ilyen piros-fehér-zöld kereskedelmi forgalomban nem kapható Adidas ruhát. Atlétikai Szövetség mereven elhatárolt, azt mondták, hogy nem, mi ilyet nem adunk. Amennyire negatívan állt hozzá Atlétikai Szövetség, pontosan ellentétje volt a öttus a szövetség. Martinek János, a híres nagy Martinek János így odatta a ruhát. Igaz, hogy megfizettem, de probléma nélkül odatták. Parancsolj Péter, itt van-e? Szeretnéd, itt van-e? Bostonban volt rajtam először ez a csodaszép piros-fehér zöld ruha, és őszinte legyek, nagyon-nagyon büszkén viseltem magamon ezt a ruhát, meg azt a kis zászlót, és amiről már sokat meséltem önöknek. Ez a célfoglaló. És hát, hogy én a közösségi oldalamon rögtön miután befutottam a célba, édesanyám emlékének ajánlottam ezt a maratont, aki nagyon fiatalon sajnos itt hagyott minket. És én sokszor mondom, hogy apunak meg anyunak köszönhető az, hogy azzá váltom, amivé váltam. Tehát ember azért otthonról sok mindent hoz. Szüleimnek nagyon nagy szerepe volt abban, hogy mondjam azt, hogy azzá váltom, ami lettem. Példaképekről is szeretnék egy-két szót. Két nagy példaképen van, egyik ez a Kassai úriember, ez a mentősofőr, ez a Péter Buc, aki egy csodálatosan aranyos, közvetlen, segítőkész ember. Tehát ő egy olyan típusú ember, hogyha egy 4-3 órakor mondjuk defektet kapnak, őt fölmerném hívni, hogy Péter defektet kapnak, hogy azt nekem segíteni, biztos jönne. Tehát egy csupaszív ember, akik ismerik, hogy tudják, hogy tényleg egy aranyember. És nagyon-nagyon sok segítséget kaptam tőle, mindenféle tekintetben a nagyvilági utazásaimat illetően. Másik pedig Simon Sándor,
Simon Sándor, a szlovák rekorder, 972 maratont futott. 972 maratont. 1982-től minden kassai maratont futotta, tehát egy két lábon járó történelemkönyv, egy csodálatosan kommunikatív, segítőkész ember, és rengeteget utaztam vele, és együtt lengyelországi maratonokra, Csehországba, Gotamele, Szlovéniába, Debrecenbe, Budapesten ötször együtt futottunk maratont. Sanyi is egy szívemhez nagyon-nagyon közel álló ember, és egy csodálatos emberi értéket képviselő ember. A maga 972 maratonján kívül a felesége, első ligás röplabdaedző, a fia válogatott szintű szlovák evezős, úgyhogy ilyen sportos család. A lánya meg tolmácsként dolgozik, 8 nyelven beszél, de azt mondta nekem most annyi, hogy csak ilyen 4 nyelven jól, a másik 4-et csak úgy, ahogy... Kérdés az, hogy kinek mi az, hogy úgy, ahogy azért 8 nyelven beszélni, ez nem egy alacsony képességű emberre utaló valami. Ő pedig a legjobb gyerekkori barátom, hogy mondtam önöknek, 96-tól Attilával együtt futunk, ez tavaly előtt készült a budapesti maratonon, mosolygunk együtt, és hát Attila meg a öcsém a két olyan ember, akivel szinte mindent megbeszélünk. Tehát ugye azt mondják emberek, hogy van sok haver, meg van kevés barát. A barátot ember egy kezén megszámolja, haver az van akármennyi, de hát más a barát kategória és más a haver kategória. Attila ugyanúgy 78-as születésű, mint én, ő pedig az öcsém. Egyszer öcsém van, 9 évvel fiatalabb, mint én, Tamás. És hát Tamással vettünk részt ezen a 2010-es 850 km hosszú Kárpát-Menicei zarándokúton. Azzal a második világháborús katonai honvédsapkával, valamint a fejemen tetszenek látni, ezzel tisztelektem nagypapámnak az emléke előtt. Nagypapa 94 évesen ment el, sokat mesélt a orosz frontról, erről. És hát mi a történelmi Nagy-Magyarországot zarándokoltuk akkor át 2010-ben. Megálltunk itt is, ott is, tetszenek látni ilyen pillanatfelvételeket. Kolozsváron mosolygunk a Fellegvárból, háttérvel Szent Miklós templom, meg a híres Házsongárd, a Házsongárdi temetőbe, nyárát szered a főtere. És hát szakadó esőben választok meg például a Hargitai hegyvonulatot, Székelyudvarhelyt. Úgy szerveztük meg az egész utat, hogy ilyen napi 30-35 kilométereket mentünk, és mindig magam szerveztem az utat. Tudtam, hogy mit tudom én, 19-én itt leszünk, 20-án itt, 21-én itt, megcsináltam a útvonaltervezést, és akkor megszólítottam református lelkészi hivatalokat, katolikus plébániai hivatalokat, polgármesteri hivatalokat, Magyarok Szövetsége, Magyarok Világszövetsége, Duna TV bekapcsolódott, nagyon sok helyen forgatott minket a Duna TV, és ennek a viszonylag jó szervező munkának az lett az eredménye, hogy 29 különböző helyen szálltunk meg, és ebből a 29 helyből 27 helyen volt ingyen szállás vacsorával, reggelivel, két helyen meg sajnos nem találtunk szállásadót, de ez ekonomiailag egy nagyon jó dolog volt, hogy nem kellett szállást meg kosztot fizetni. Megérkeztünk 32 nap után Csíksomjóra, és miután megjöttünk Csíksomjóról, kitaláltam öcsémmel, hogy öcskös ültessünk egy fát, egy olyan fát, ami évszázadok múltán is emléket fog állítani ennek a zarándokútnak. És hogy milyen fa legyen ez, mondom, figyelj, öcskös ültetünk almafát vagy diófát, az 10-20-30-80 év platánfa, az évszázadokig fog állni. Úgyhogy 2010. október 6-án a aradi vértanúk kivégzésének a évfordulóján Csalló közkürtön a temető mögötti kis parkba ültettünk egy platánfát, ami azóta megerősödött, egyre nagyobb lett, és előtte persze van egy kis márványtábla is, az nincs ezen a fényképen, ami hivatalosan ott írja, hogy Hodosi Péter és Hodosi Tamás ültették ezt a platánfát, a 850 km hosszú, 32 napos Csalló közkürt Csíksomjó gyalogozzarándakút emlékére, tehát hogy mikor mi már nem leszünk, az a platánfa az akkor is állítsott emléket ennek a Kárpát-medencei gyalogos zarándokútnak. Ez egy 24 órás kerékpárverseny volt, 420 km sikerült nekem tekernem, ez 24 órán keresztül egy 5,9 km-es körpályán bicajoztam a Szlovákia ringen. Én egyszer voltam képes ezt a versenyt megcsinálni, soha többet nagyon elfáradtam. Öcsém az idén már 5-5-ször ment neki ennek a versenynek, úgy látszik, hogy öcsém azért fiatalabb, még rugalmasabb, mint én. Hegymászóként is megmérettettem magam, hogy volt egy olyan
álmom, hogyha már átzarándokod a Kárpát-medencét nyugat-keleti irányba, akkor milyen jó lenne megmászni a legmagasabb hegycsúcsát is. És az történetesen a Magas-Tátrában a Gerlach-falvi csúcs, ami egy nagyon meredek sziklafalmászás, tehát kellett hozzá egy speciális vezető is, aki fölvisz oda. És akkor így megmásztunk, tetszenek látni, eléggé meredek részeken is kellett mászni, tehát Gyurka barátomnak, akit a fehér sisakban látszódik, elég komoly tériszonya volt, mint kiderült, csak az volt a baj, ez már akkor derült ki, mikor másztunk ezen a 50 méter meredek sziklafalon, már mondom, Gyurka, mire próbál fel, vállalkoztál. És ugye ez már fent a csúcson készült. Szívfájdalom volt, hogy elindultunk reggel, még gyönyörű szép látási viszonyok voltak, mire megmásztuk a legmagasabb hegycsúcsot, ott meg leszűkült a látókör ilyen 50-60 méterre. Öt uralta ott fent a csúcsot, de a fénykép az viszonylag elfogadható lett. És ugye ez a két könyv, nekem a maratonfutáson kívül másik nagy szenvedélyem a könyvek gyűjtése. Tehát viszonylag az a könyvtárom van. És azt tartottam magamban, hogy a szóhasználatnál az írás megmaradt. Tehát amikor én már nem leszek majd a unokáim, dédunokáim, ükunokáim, milyen jó lenne, ha megmaradna számukra az én sok élményem. Éppen ebből kifelé a 2010-ben jelent meg a maratoni futásaimnak a legkiemelkedőbb, első 50 maraton futásomnak a legkiemelkedőbb futóversenyeit megörökítettem egy kemény táblás színes fűzött kiadványba, tele színes fényképekkel, tehát ebben benne van Hawaii, Toronto, Niagara, New York, minden. A másik az pedig a felvidéki vándorok, ezt sajnos már csak szerzői kiadásban tudtam megjelentetni. Ez pedig a Kárpát-medencei gyalogos zarándok útnak a hiteles története. Ebbe térkép melléklet is volt, de ez már sajnos egy kiárusított könyvecske. Viszont ezt a narancsárga könyvet, amennyiben esetleg van rá érdeklődés, 3000 forintos irányáron tudom kínálni, kemény tábla színes fűzött kiadvány, és első betűtől az utolsó, hogy én magam írtam, tehát ez a én szellemi munkámnak a gyümölcse, utinapló, és ugyanolyan nagyon egyszerű, konyhanyelvi szinten megért valami, de hogy elmondtam önöknek a saját élményeimet, a könyv is ugyanilyen egyszerűen, de érthetően van megírva. Most előadásom végén ugye mindig ott hozzám a tömegesen 200 előadást tartottam, ezt majd koreográfia gyanán mondom, hogy mindig lehetőséget adok kérdésekre, bármilyen kérdésük van, nyugodtan szegezzék nekem, és én nagyon szívesen válaszolok önöknek a feltett kérdésekre. Én mindenképpen egy pillanat csak szeretném kiemelni, hogy itt futó az azért tudja, hogy az, hogy maratonfutás és cukorbetegség, ez egy két teljesen úgymond ellentétes dolog. Ezt tudni kell azt, hogy egy maratonfutást azt mi kőkeményen feltöltött szénhidrát raktárakkal csináljuk, és ez folyamatos szénhidrát visszatöltést igényel a verseny során. Péter ugye nem ehet előleg szénhidrátot, tehát neki ez egy plusz kihívás, hogy úgy megoldani az étkezést, hogy futás közben az energia szint, illetve a vércukor szintén ne süllyedjen annyira le, hogy megkomoljon. Hogyan mondod ezt meg? Mert ez viszont minket érdekel a szakmában. Nagyon nehezen. Remélem, hogy nem volt el itt semmelyik sorokban cukor specialistán, mert akkor most meglepő dolgokat hallani, és verni fejét a falba, hogy Jézus Péter maga. Szóval bevallom őszintén, hogy azért csinálok olyat is, amit nem szabadna. Tehát megeszem a csokoládét, megeszem a tésztaféléket, mert ha én nem fogyasztanak tésztafélét, meg csokit, meg mondjuk powerbar nevű ezt a energiakutyafülét, akkor nem lennék képes ilyen extrém teljesítményt véghez vinni. Tehát egy átlagos embernek a cukorja mondjuk 6. Én maratonnak, ha neki meg, akkor 12-13-os cukornál szokok indulni, mert nekem valamiből muszáj égetnem. Ha én 5-6-os cukorral, normál cukorszinten indulnak neki egy 42 km-es futóversennek, akkor nagy valószínűséggel a 20. kilométernél letérdelnék. Ezt másképp sajnos nem lehet. És 106 maratonfutással a hátam mögött be kell, hogy valljam, voltak azért már keserű pillanatok is. Volt két olyan maratonom, egyik kezd egy, másik meg a csatszai maraton, ahol nagyon-nagyon megzuhant a cukrom. És amikor embernek megzuhanik a cukra, olyankor erőtlenséget érez az ember, hogy a lábaimat alig bírom megemelni, megeszem ugyanaz a cukrot, de annyira leredukálódik a teljesítmény, meg a erő. Futottam 4 óra 26-7 perces maratont, ami a saját teljesítményemhez képest siralmas,
de nem voltam képes jobbra, viszont amire büszke vagyok, hogy én még versenyt soha nem adtam fel. Tehát én amilyen futóversenyen elindultam, mindig célba érkeztem. De ezt csak úgy tudom, még egyszer mondom, az a vércukorbetegsége, hogy olyan, mint egy mérleg. Inzulin szúrással leesik a vércukorszint, energiabevitellel, táplálkozással meg megemelkedik, és én nekem a inzulin szúrást a táplálékbevitellel mindig viszonylag párhuzamba kell, hogy legyen, tehát a mérlegnek a serpenyője mindig egyenesbe kell, hogy legyen. És megtalálni ezt a egyensúlyt, ezt egy piszkosul nehéz dolog. Tehát ez befolyásolja, hogy milyen lelki állapotban vagyok, befolyásolja az időjárás, befolyásolja, hogy mondjuk milyen minőségben tudtam aludni. Nagyon összetett dolog. Tehát 36 év cukorbetegséggel a hátam mögött, azt kell, hogy mondjam, hogy nagyon nem egyszerű ezzel együtt élni. Az gondolom, mert nekünk sem egyszerű. Normál vércukorszintesen. Van-e valakinek bármilyen kérdése? Nekem erre vonatkozott volna, hogy hogy tartja szinten a szélhidrát háztartását. Igen, ez mondjuk az egyik legérdekesebb téma. Maratonra például veszem ezt a Power Bar nevű kis ilyen kis zacskos, ezt annyira édes, gyakorlatilag kása az egész, annyira édes, és ez 10 kilométerenként kénytelen vagyok bevinni, mert másképp fizikai képtelenség. Igen, nálunk viszont ugye pont a túltöltésnél kell vigyázni, mert nálunk pedig, ha a mi normál vércukor szintünk lecsökken, azért mert eléhezünk mondjuk egy versenyen, és túlzottan magas szőlőcukrot viszünk be, akkor pont fordítva működik a szervezet, mert azt érzékeli, hogy eddig nem volt, tehát elkezd, ahogy cukorhoz jut, azt érzékeli a szervezet, hogy hirtelen megemelkedett a cukorszint, azonnal elkezd inzulin termelni, viszont jóval nagyobb mennyiségben, mint amennyi szükséges, mert ő azonnal le akarja tolni, és ebben a pillanatban a normál vércukorszint alá süllyed le, és azért álljunk el. Tehát pontosan fordult nálunk, viszont nincs idő inzulin termelés. Ez legalább kimarad. Melyik volt a legkeményebb maratonod a 106 közül, ha van ilyen? Két olyan maraton, Plitvicei maraton, meg a Hawaii maraton nagyon extrém maraton volt, nehéz maraton volt, a terek viszonyok véget, viszont a Keszthelyi maraton, nem tudom, 2014-es volt talán, vagy a 15-ös, annyira extrém meleg volt, hogy szinte az aszfalt óvat. Ugye 4 darab 10-es 4 kilométeres kört futottunk, futottam 4 óra, 27-8 percet majdnem, de hát az annyira extrém meleg volt, hogy az, ha ott volt, akkor emlékszel. Igen, a fél maraton futottam, de igen. Írtózatos volt. Tehát ott a meleg véget. Következő évben meg 10-valahány fok volt a esős. Igen, futottam 3-36-ot. Igen. És melyik volt úgymond a legkönnyebb? Könnyű maraton nincs. Azt tudom. Könnyű maraton nincs. Amit még egyszer mondok, tehát életem legnagyobb sporttörténeti sikerének tartok, és amire a legnagyobb vágyakozással mentem ki, az Boston volt. Tehát én számomra a bostoni maraton olyan, mint a olimpia. Mondom ezt úgy, hogy futottam New Yorkot, Chicagót, komoly helyeket, de számomra mégis Boston. És Bostonba például oda is kiütni. Tehát egy bostoni maraton nem egy gyócsó történet, de ott is, hogy a kapcsolatokon sok tud múlni. Református szertartással nősültem, és az én S2 lelkészem egy budapesti református lelkész úr. És az a lelkész úr meghívott magához egy ugyanilyen élménybeszámolót tartani. Ez a bostoni maraton előtt olyan 5-6 hónappal volt, és akkor mondom neki, hogy te Lóri, mondom, ha mégis egy ismert ember vagy, nincsenek Bostonban magyar kapcsolatait, gondolkodik, azt mondja, nekem nincsenek, azt mondja, de öcsém, azt mondja, nézd csak, azt mondja, öcsém, mert doki kint Londonban, fog nem sokára hazajönni, úgy tudom, hogy öcsémnek a sógora, miha ott élne kint. 3 hét már visszamentem Budapestre, ott volt a Angliában élő orvos, mondjuk neki, hogy Zsolt, hogy életem 100. maratonjára készülök Bostonba, nincs ott valami magyar kapcsolatod? De azt mondja, hát a sógorom, azt mondja, a sógorom informatikus, utazgat keresztül, kasul az Amerikai Egyesült Államokon keresztül, de a főhadiszállásod Bostonban van. De figyelj, Petikém, azt mondja, Lóri, a testvérem már mesélt rólad. Tudom, hogy életed 100. maratonját akarod Bostonban futni. Tőlem az lesz a támogatás, hogy én a sógorommal összehozlak téged, és a sógorom a feleségével fog fogadni téged meg a feleségedet. Most ugye ez milyen értelemben ad dolog, hogy
Ami a Hungaroring. Hungaroringen mondjuk a szállás 20 euró, de amikor futam van, akkor 100 euró, mert futam van a Bostoni maratonban, és Bostonban a szállás mondjuk ennyibe kerül, de amikor maraton van, akkor hirtelen fölmennek a árok a maraton turizmusnak köszönhetően. És hát mondjam azt, hogy a Zsolti, a Doki valóban intézkedett, és én úgy kerültem ki Bostonba Dánoki Ádámhoz és a feleségéhez, a Gyöngyikéhez, hogy belvárosba laktunk, és úgy éreztem, hogy tényleg nagyon nagy tisztelettel, meg szeretettel fogadtak minket, mert hát jó ajtón sikerült bekopogtatnunk, meg hát valahol a Jóisten is szeret minket, én azt látom. Tehát a feleségem azt szokta mondani, Peti, hát egyszer kell menni Antarktiszra, te Antarktiszon még magyar eszkimóban is találkoznál. És lehet, hogy ebben van igazság egyébként. Úgyhogy így. Még valakinek kérdés esetleg? Én megkérdezem, hogy mit lehet tudni arról a bácsiról, akivel legelőször utazott a buszon és elültette a... Szabó Béla bácsi. Él még most is, de rettenetesen le van épülve. És ő továbbra is kísérte a... Tehát kapcsolatban vagyunk, de a Béla bácsinak a idegeivel vannak nagyon komoly problémák. Pillanatnyilag 130 kiló, tehát hatalmas túlsúly, és nagyon nehéz időszaka van életének. Tehát ennyi. És most mennyi éves? 41-es születés. 1941-es születés. Tessék kiszámolni. Hány éves apukát? Tudom, hogy apuka 52-ben született, de mindig ki kell számolni, hogy akkor mennyi is apuka 52-es? 77. Béla bácsi, ennyi. Egyébként sosem később, ez meg tapasztalatlan. Nálunk most per pillanat éppen a sugárzati pályán folyik a futóklub edzése, és ott 60 felett is vannak, akik egy éve kezdték, és jelenleg már félmaraton futottak pár héttel ezelőtt, és készülnek a következőre, tehát soha nem később elkezdeni, akár egy kilométerrel, vagy egy tempós gyaloglással. Ha valaki esetleg kedvet ére, szívesen látjuk, minden kedden csütörtökön a pályán vagyunk. Mikor? 6 órakor. Mindig 6 órakor kezdünk. Olyan fél 8-ig általában kint vagyunk, tehát bárki kedvet érez nyugodtan, vagy akár rokon, barát, ismerős, aki kedvet érez egy kis közös futáshoz nyugodtan. Péter, téged is erre jársz. Most vagyok itt először, de nem jelenti ezt, hogy utoljára, tehát nézd csak, lehet holnap után megkapogtatok hozzá. Most neked szombathelyi maratont. Maraton az nehéz, fél maraton igen, egyébként pont hétvégén lesz Szamária Fotófesztivál, hogy elvileg lesz szemeszlikben verseny. Hát ha nincs több kérdés, én a parancsolj. Ha mondjuk a félmaraton meg a maraton között milyen különbség? Nagyon nagy különbség van. Nézd csak, a félmaraton 21 km, a klasszikus maraton meg 42 km. De az a helyzet, hogy a maraton az nem két fél maraton, tehát a 30. kilométernél már nagyon-nagyon tud kongani a vészharang. Nagyon meg tudnak kondulni a vészharangok, és nagyon hosszú tud lenni az a 42 kilométer. És amit mondtam, hogy a hitnek teremtő ereje van, tehát fejben nagyon sok minden dől el. Tehát a maratonfutás az nem csak a fizikai erőről szól, hanem a mentális erőről. Ez mondjuk minden sportra elmondható, de a maratonfutásra aztán kimondottam. Azt is szoktuk mondani, hogy a maraton az a 30. kilométertől kezdődik gyakorlatilag. Ez tényleg így van egyébként. Ott kezdődik a tánc. Igen. És hadd mondjak el önöknek egy hatalmas élményt. Az idén találkoztam egy akkora sportolóval, hogy szerintem ezt, ha mondták volna előre, nem hittem volna. Moszkvából jöttünk a feleségemmel, és két fiatal hölgy állt előttünk, egy ránézésre fiatalok voltak. Nem is tudatosult bennem, hogy ki áll előttem. Elmentem vécére, jövök vissza, látom feleségem, angolul beszél a két hölgye. És akkor, ahogy jövök, magyar válogatott focimász, vagy rám néz a két csaj, és akkor, ó, ti is magyarok voltak? Igen, mi is magyarok vagyunk. Beszélgetünk. Egyszer csak jött két fiatal ember, aki, mint kiderült, a két hölgynek volt a férje. Tehát két fiatal hölgy, két fiatal ember, rájön velem korabeliek, és tudják, ki volt a hölgy? Egerszegi Krisztina, de már 3-4 órája ott, tehát előttünk Egerszegi Krisztina. És mindamikor embernek volt lámpa fővillenek a fel, hogy Jézus Mária, az Egerszegi Krisztina. 3-4 órája ott, tehát előttünk, beszélgetünk vele, és nem, egyszerűen nem esett le. És akkor mondtam a férjének, ott a férjének, mint kiderült,
Akkor úgy fölvillant, hogy Jézus Maria az Egerszegi, Atya, Úristen, neki te nézd csak, ő Egerszegi Krisztina, vagy csak nagyon hasonlít rá. És akkor a férfi így elkezd mosolyogni, hogy mindenkinek azt mondja, hogy ő az, azt mondja, de egyébként csak egy sima hasonmás. És akkor megmutassa útlevelét, hogy igen, én vagyok az. 3-4 óra beszélgetés után, de fényképezkedtünk, és én őszinte leszek, tehát vannak olyan sportolók, akiket én nagyon-nagyon tisztelek, és vannak olyanok, akiket hát úgy elismerek. Szilágyi Áron, ezt ember tisztelem, Gyurta Dani, ezt ember tisztelem, Mihelis Norbert tisztelem, és tudják miért tisztelem őket? Tehát a kommunikációjuk, meg az a ember feletti szimpátia, ami árad ezekből a sportolókból, számomra ugye lelkemen azokat a érzelmi húrokat, és Egerszegi Krisztina ugyanez. Tehát számomra ők nagyon példaértékű emberek. De nem kell messze menni, mert velünk fut Kálovics Anikó is. És az Anikó ugyanaz a típusú ember egyébként, aki kim van velünk minden éppen pályázésen, tehát mint egy felnőtt gyerek gyakorlatilag. És a teljes alázat, tehát a legamatőrebb futóval is hajlandóan elmenni akár 6 perces nyomba futni, pedig hát az nem olyan komfortzónán, ami valószínűleg. Jött számomra Egerszegi Krisztinával találkozni, ez egy hatalmas nagy ajándék volt. Parancsolja. Én is szeretnék kérdezni. A környezetedre milyen hatással van ez a sok teljesítmény, amit te itt csinálsz, meg az életmódod? Őszinte leszek, tehát nagyon sok ember elismeréssel nyilatkozik rólam, de hát vannak az irigyeim is. Tehát ha azonnak, ha azt mondanám, hogy nem. De követőid vannak? Úgy érzem, hogy vannak. Tehát nagyon sok előadást tartok. Hozzávetőlegesen 200 előadás van a hátam mögött. És nagyon szeretek iskolákba járni gyerekek közé. Tehát én nem mondom ők, hogy egy általános iskolába meghívnak, és én általános iskolában 8-10 éves gyerekeknek elmesélem az élményeimet, és ez a 8-10-12 éves általános iskolás gyerek lássa a Nyilvajrán Niagarai maratonon futni a Peti bácsit, mert ők már bácsiznak, sajnos. És én azt mondom, hogy 40-50 gyerekből csak 2 ennek hatására elkezd futni, akkor én nekem már megértem velük foglalkoznom. És ugye az, hogy én hosszú távfutók, az egy dolog. Az, hogy szervezem a menedzseremnek, az egy másik dolog. Könyvet írtam, előadásokat tartok, de ezen kívül futóversenyeket szervezek is. Tehát futóverseny szervezés, amit én gyakorlatilag évtizedek alatt ráhatással voltak rám, hogy milyen tapasztalatokat gyűjtöttem, ugyanazokat a pozitív tapasztalatokat viszem bele a futóversenyem megszervezésébe. Úgyhogy képességeimhez mérten igyekszem úgy támogatni a hosszú távfutást, ahogyan csak tudom. De meg én nem tudok belőle ezt tegyem hozzá. Tehát még egyszer mondom, mentőautót vezetek. Tehát egy két lábon járva átlagos embernek tartom, hogy van hova. Sőt, 100%-a dolgozik a vezetem. Magyarországon sincs profi futó, illetve atlét, aki ebből élne, ebből nem lehet megélni. Ez mindenkinek a hobbija. Aztán van, aki eljut arra szintre, hogy akár válogatott kerettag lesz, de meghívással lesz válogatott a saját önerejéből, edző nélkül, akár teljesen amatőr futóként. Az ultrafutók például ilyenek, hogy az ultrafutás a 42 km feletti távok, ami akár hát azért elég embert óvalók, mondjuk 24 évvel keresztül futni, de ők teljesen amatőrök. Nekem még egy nagyon rövid kérdésem van, hogy én 4 éve vagyok edzés típusú cukorbeteg, és nagyon sokat foglalt. Tehát nagyon sok idő vagy az életemből azzal, hogy ugye tanulok és foglalkozok vele. Szoktam azt mondani, hogy 30 éve, 36 éve bocsánat, vagy cukorbeteg, hogy ez rutinnal ez elmúlik, hogy foglalkozol vele, vagy ugyanúgy nyilván, hogy szigorúan kell tartani. Diétát is, meg a méréseket minden, de hogy ez mennyit foglalkozol vele? Egyre kevesebbet gondolok rá, tehát nem gondolok rá. Néha érzem azt, hogy többet kell innen, megmérem a cukromat, és mondjuk 16. Szúrok rá nekem 2-3 egység inzulint, és ez a 2-3 egység rögtön ható inzulin, ez fél órán belül lehúzza. Az a baj, hogyha én egy nap megmérem 5-ször a cukromat, 5-ször különböző értéket fogok mérni. Tehát ez a legrosszabb, amikor cukorbeteg a Jani bácsi, de Jani bácsi van minden oké, mert múlt héten megmérték, és 5,2 volt a cukorja. Szamárság, mert én egy nap 5-ször megmérem reggel, délbe, este, lefekvés előtt, 4-5-ször különböző értéket fogok mérni magamnak, mert olyan, mint a hullámvasút. Hát, és nem tudok vele egyszer mit csinálni.
Tehát ha magas, akkor rászúrok inzulint és azzal lehúzza. Viszont ami egy nagyon fontos dolog, hogy a hemoglobin, tehát a 3 hónapos átlag, az a fontos, hogy mennyi. Tehát a 3 hónapos átlag, hogyha 6 és 7 között mozgatok, akkor minden oké. És én mivel hipohonder ember vagyok, folyamatosan jár a koros, fél évente elmegyek szemorvoshoz, szemfenéküdözésre, meg vannak ilyen mindenféle, mert nem akkor kell a orvoshoz menni, mikor kongassák a vészharangot, hogyha Péter baj, hogy nem látok, hanem akkor orvoshoz menni, folyamatosan fél éves ciklusonként ellenőrzésre. És úgy fölfogni azt, hogy ez egy nagyon alattomos betegség. Tehát úgy cukorbetegnek lenni, hogy napi 40 szál cigarettával, meg 2 liter tömén szesszel hosszú ideig nem fogja az ember ezt így húzni. Vannak nekem is gyengém, imádom a sört. Mit adom egy tegsört? Tehát mentségemre szóljon, hogy futok, mint tudom én, 15-20 kilométert, és megiszok utána 2 hideg sört, az egészségemre válik, én úgy érzem. Tegnap délelőtt például futottam 15 kilométert, 1:17 elfáradtam, futottam, ittam sört, és jól esett. Tehát a mértékkel, tehát nem a mérték, hogy milyen, tehát hogy maraton után ember 2 vagy 3 sört megiszik, az belefér a 4 óra futás után, tűző napon. Csak nem szabad átesni a ló túloldalára. A dohányzás az meg veszélyes, megmondom miért, hogy szűkíti az ereket. Minél jobban összeszűkülnek a erek, annál veszélyesebb, hogy érdugulás lesz, és a érdugulás következményeképpen megy a láb, a boka, a térd, a láb, vagy esetleg a hajszálereknek következményeképpen megvakul az ember. Tehát én hiszem és vallom azt, hogy minél többet sportol ember, ugye annál erőteljesebb a vércirkuláció, annál jobban átmosódik a vére ereken, és annál kisebb esélye annak, hogy esetleg lerakódás következik be. Tehát én ösztönösen sportolok, és hát soha nem futottam olimpiai bajnoki időket, meg kvalifikációkat, de azt mondom, hogy boldog lennék, ha még 20-25-30 év múlva is tudnak mondjuk vele találkozni, és arról tudnak neked messzebb figyelni, még azért 4 óra 20 perc alatt még mindig végigfutam a maratont. Igaz, hogy már 72 éves vagyok, de azért még működik, még visznek a lábaim. Köszönöm szépen. Ugye az állóképességi sportoknak pont az előnye a hajszál, egyre hálózat egyre tágabb lesz, és egyre nagyobb ilyen hálózat lesz, tehát elemnek. Ezért ez a jótékonyság, a jótékonyatás, ezért ajánlják időségnek is gyakorlatilag. És nem azt mondom, hogy fusson maratot, de akár azt is, ha olyan szintre jut, de a rendszeres testmozgásnak ez a lényege. Szintka? Kitűzött cél, álom. Meg volt Boston maraton. És a cél? Következő. Nézze, van olyan célom, ami egy nagy álom, de jelen pillanatban fényévekre vagyok tőle. Feleségemnek már jó párszor mondtam, azt mondta, ébredj fel és húzd ki a biliből a kezedet. Szeretnék elmenni Pekingbe biciklivel, tiltott térre. És ezt mondom is, hogy miért mondom, van nekem egy Bujna Zoli nevű barátom, egy révkamarom srác, aki 2005-ben Iránban volt biciklivel, előírt egy könyvet, nekem ez dedikálva megvan, és 2013-ban meg elment Iránon túlra ezekbe, Üzbegisztán, Tadzsigisztán, Kirgizisztán, ilyenztán, olyanztán, amolyanztán. A Peking, kínai határtól 50 kilométerre volt, aztán repülőgéppel hazajött, tehát 2 nagy úton volt. Ezt a 2 könyvet én olvastam, és mondom, milyen nagy buli lenne elmenni Pekingbe biciklivel. Csak ugye az a nagy helyzet, hogy mikor ember megnősül, családja van, Pekingbe azért biztos, hogy mások a útviszonyok is, tehát vagy elmegy ember Oroszországon keresztül, ami hát nem egy életbiztosítás, de ugyanúgy Kelet-Törökországon, Iránon, meg ezeken a országon még rosszabb. Tehát azért 100-szor egyszerűbb lenne biztonság szempontjából Kanadát, Nyugat-Kelet-Iránba átbiciklizni, mert mégis... Tehát ez egy nagy álom egyébként ez a Pekingbe menni biciklivel, de ez olyan álom, hogy csak álom. És ennek realitása pillanatilag sajnos semmi nincs. De szeret. Bár soha nem mondta, hogy soha aztán lehet. Meg tudja mi van most, arra kéne egy 5 hónap. Tokiói maraton közelebb. Tokió közelebb lenne, igen. Tehát van ilyen, hogy World Marathon Majors. Ez olyan, mint teniszben a Grand Slam tornák. És a világ 6 legnagyobb maratonja. World Marathon Majorsnek 6 állomása van. Boston, Chicago, New York megvan, London, Berlin megvan. Egyetlen dolog még Tokió, ami hiányzik. De hát ugye álmoknak lenni kell. Hajrá! 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 Hajrá!
pulzustartományról, meg a speciális maratonfutással kapcsolatos dolgokról szerettem volna előadást tartani, hanem az életutamról, az élményeimről. Hogy aztán ez mennyire nyerte meg az önök tetszését, nem tudom, de merem remélni, hogy azért nem volt annyira részemről a megtiszteltetés. Én a magam részéről köszönöm, azt is nem ismerhetnelek. A könyv nekem, megmondom őszintén, ajánlom mindenkinek egyébként, mert nekem élményt adott. Annak ellenére, hogy én futó szempontból olvastam, és futós volt a legkevesebben. Tehát egy nagyon jó úti könyv egyébként mindenkinek ajánlom, és köszönöm, hogy beszélgetettünk. Én köszönöm a kérdést. Szerintem szépen.